Berakjuk ezt? Nos, nagy kedvet éreznék arra, hogy ott kezdem el, ahol itt az előbb abba hagytuk a kétkutyás, meg nyolc farkasos dolognál, de mégis úgy gondolom elindítom az elejéről egy gondolatívet, szeretném végigvinni. Úgy volt, legalábbis úgy gondoltam egész sokáig, hogy lesz egy másik két órán ráható, kiderült, hogy ez nem lesz. De arra gondoltam, hogy részében is érdekes lett, én elkezdem ezt az ívet kiépíteni, elkezdem mondani, amennyire beleférünk az időben. Remélem, hogy bármeddig is jutunk el érdekes, ezt is nem fogják unni. Aztán, ha ahol a vége van az itteni műsornak, el tudunk menni egy másik helyre, és ott esetleg ott érdekel tudunk folytatni. Ezt szeretném csak tudni vezetőnek. Még egy rövid az, hogy én csíkszeredai vagyok, a Székelyföldről származom, bár nagyon sokáig Magyarországon értem, 2007 óta visszaköltöztem. 20 éve tanulmányozom a pásztorkutyákat, és előtte még merem mondani, 20 éve foglalkoztam más kutyákkal. Mondom, nagyon fontos az, hogy valóban gyerekként kezdtem, de ezt megpróbálom kifejteni, miért fontos a kutyákkal foglalkozásban az, hogy valaki gyerekként kezdjen kutyával foglalkozni. Tehát úgy gondolom, 40 év kutyázás van mögöttem, amiből 20 a kutyákról, a pásztorkutyákról szól, és van szerencsém olyan helyen élni, ahol a világon egész kevés hely van ilyen, ahol a pásztorkutyák eredeti funkciókban élhetnek, eredeti környezetükben, szabadon és valós elvárások alapján. Ezt én nagy szerencsének érzem, és ezért gondolom azt, hogy tudok esetleg önöknek új dolgokat mondani a pásztorkutyákról, mert a pásztorkutyákkal kapcsolatban, mint általában kutyákkal kapcsolatban, hogy is mondjam, Nietzschének van egy mondása, hogy villámok kérdőjelek elsőket válaszok meg. És a magyar kinológiában úgy gondolom, hogy térdigázolunk elsőbb válaszokban, és én úgy gondolom, hogy talán egy pár kérdőjelet ki tudok tenni, amit önök is elfogadnak, hogy valóban kérdőjel, mert én így gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly kérdőjeleket kell föltenni, mert el van az egész csúszva, én így érzem, gyakorlati terepkutatásként. Szóval elkezd az előadást a... Hagyja, engedje meg egy hasonlatot az erdővel kapcsolatban. Nem tudom, én nem vagyok erdész, megítélni, hogy ez az erdő kb. Mennyi idős, gondolom 100-200, valami ilyesmi lehet. Bárki ember bemegy egy ilyen erdőbe, nyugalmat érez, harmóniát érez, sőt a legtöbb kifejezetten küldik a követőiket, hogy menjenek erdőbe, hogy ott találják meg a lelki békéjüket, lelki harmóniájukat, öleljék meg a fákat, mert hogy a fák lelkük van, stb. Szerintem mindenki ismeri kb. Ezt a gondolatkört, ami az erdővel kapcsolatban. Na most, ha viszont ránézünk egy erdészeti könyvre, nem tudom, hogy mennyire pontosak itt ezek a számok. Én egy erdészeti szakkönyvet vettem ki, de bizonyára itt a lényeg az, ami fontos. A számok azt mondják egy hektáron, hogyha például letarolódik valami az erdő is, úgy hagyunk. Tehát, hogyha a széltörés történik, vagy tűzrész, vagy akár írtás, és akár úgy hagyják, fölhagyják az egészet. Egy hektáron 10 000 mag indul azokból a magokból, amik az előző évben kerültek a fákon le. Az ebből 5-10 év múlva már csak 10 000 fácska marad meg ugyanezen a hektáron, és 100-200 év múlva ugyanazon a hektáron legfeljebb 300 fa állhat. Ez mondja az erdészeti szakma. Ami azt jelenti, hogy minden 300 induló csirából mondjuk 150 év múlva csak egy van még élve. Tehát mit jelent ez az én interpretációmban? Azt jelenti, hogy bármit is sugal egy ilyen erdő, valójában tényleg érzi az ember ezeket az érzéseket, de amit itt látunk, és amit számomra végül, mikor én ezeket megértem és összerakom a fejembe mint információ, akkor számomra ez egy megharcolt harc templom. Nem a harmónia, nem a béke, nem a boldogságnak a helye, hanem a megharcolt harc templom, és ezek a fák, lehet, hogy minden fának 300 másik, vagy akárhány szárad a lelki, ugyanis mi történik? Amikor elindulnak, mindenki tudja találni, mi történik. Amelyik gyorsabban nő, amelyik több tápanyagot kap, szerencsésebb helyzetben van, az túlnövi a mellette lévőket, és elveszi tőlük a fényt. De ahogy elveszi tőlük a fényt, és nem tudnak úgy fotoszintetizálni, azonnal lelassul a fejlődésük, a gyökézet fejlődése is, tehát lefele és fölfele, mind a két irányba gyorsan fejlődik valamelyik, akármilyen kvalitásánál fogva. Mi azt jelenti, hogy elkezdenek pusztulni bizonyos csirák, illetve bizonyos kisfák, és a legerősebbek tudnak csak megmaradni, és egyre szorítják ki, míg végül, ha biztos mindenki látott ilyen friss erdőcskét, pár éves erdőcskét, hogy milyen sűrűn állnak egymás mellett a kisfák. És ha megnézi egy ilyet, akkor látja, hogy akkor mi lett velük, tehát nyilván el kell pusztulni egy csomót.
És azt, ezért mondom én ezt, hogy számomra, én bemegyek és tudom ezeket a dolgokat, hogy összeaktam számomra ez a harc templom, nem a béké, nem a harmónia, amiért annak látjuk, annak szerintem csak egyetlen oka van, hogy baromi lassan zajlik ez a folyamat. Annyira lassan zajlik, hogy mi nem érzékeljük, hogy mi történik. De kiszámoltam azt is, hogy ha minden héten csinálnánk mondjuk egy erdőről egy kiválasztott szögből, egy fényképet, minden héten, és azt 100-150 év múlva, 100 év múlva mondjuk összeraknánk egy filmet, de tudjuk, hogy egy filmkocka, egy perc, egy másodpercnyi filmben 24 kocka van. Ezt összerakjuk egy mozgóképén, akkor gyakorlatilag 3 perc alatt lejátszuk azt, hogy mi történik a kis csiráktól, egészen amíg eljut mondjuk idáig egy erdő. Ez elképesztő lenne. Mit látnánk? Versengést látnánk, ahogy a fiatal fák egymással versenyeznek. Látnánk a pusztulást, ami annak az eredménye, hogy egy meghatározhatatlan ponton a versengés átfordul harcá. A harcnak ugye mindig vannak vesztesei, itt a vesztesek elpusztulnak, és amikor elpusztulnak és elkorodnak és kidőlnek is az anyagaik, az elemek elkezdenek visszakerülni a földbe, akkor az alapomaradottak azok az anyagokat fölveszik. Tehát kannibalizmus. Ez van egy erdőben, én ezt látom egy erdőben. Ha valaki más lát, én nem tudom, ezt a hasonlót látom a kutyáknál. Pontosan itt van a pásztorkutya. Ha ember ránéz, egy pásztorkutyás falkára, vagy jók mellett mozgó kutyákra, ütött kopott kutyát lát, fáradtan többnyire heverésznek, vagy boklásznak a nyáj után. Azt gondolja magában, hogy hát igen, nagy testű kutyák, ott vannak a jók, a kísérjük őket, nézik a dolgokat, és semmi különöset nem lát, semmi komplexet, semmi olyat, ami ha meglát egy városból kivitt kutyát, ugyanaz. Most akkor mi a különbség? Ez a kutya egy kertbe ír az életét, bár olyan pásztorkutyától származik, akinek utódai vannak kinn, nyáj mellett is eredményesen dolgoznak, de ő mégiscsak egy kert. Ezek a kutyák pont annyira nem mutatják azt, amit valójában az évélemény szerint, mint egy erdő, ahogy nem mutatja ezt a harcot. Ezek a kutyák gyakorlatilag harci kutyák. Az, hogy ma a modern kinológia, az, hogy a zsurnál kinológia kisállította egy harci kutya fogalmat, és az démonizálja a maga leszűkített értelmében és önkényes értelmezésében, engem nem akadályoz meg, hogy én ezekben a kutyákban harci kutyát lássak. És alapvetően eredendően harci kutyát lássak. Ugyanis ezek a kutyák harcban állnak, ha megfelelő helyen vannak, tehát a saját életkörülményeik között vannak, harcban állnak a farkassal, harcban állnak a medvével, harcban állnak adott esetben emberekkel, most már ritkán, de ha elképzeljük a múltba, és tudjuk, és történelmi ismereteink minimálisak vannak, tudjuk, hogy nem volt mindig az életben biztonságos, harcban állnak emberrel, harcban állnak a falkán belül, mert állandóan képlékeny a rangsor, ugyanis bármely kutya sebet kap, legyengül, betegség, bármi miatt, akkor azonnal jelentkezik a következő, aki át akarja enni a helyét, abban a pillanatban bomlik meg az egész falkának a sora, mind azonnal nyugtalanságtával, nem beszélve tüzelőszukáról, stb. És ami nagyon fontos, amiről nem esett szó, és nagyon fontos, hogy harcban állnak a többi nyáj a kutyáival. Tehát ott, ahol olyan sűrű, mint nálunk, a Székelyföldön legeltetnek jókat, ott a kutyák gyakran találkoznak, tehát gyakran kerül két nyáj annyira közel egymáshoz, hogy a kutyák összefutnak. És ez akár egy olyan összecsapás is lehet, ami legtöbbször oké, megoldódik úgy, hogy a kutyák betartanak bizonyos határokat, de nagyon gyakran előfordul az, hogy egyet megfognak és megölnek. Nagyon érdekes technikáik van a kutyáknak arra, hogy kiszemelnek, ki, miért fogják, nagyon nehéz ezeket földeríteni, de nagyon gyakran előfordul, és rengeteg feszültség forrása az ma a Székelyföldön, hogy a kutyák egyik falkon bemegy a másik falkon és megöl egyet. Ebből aztán nyilván adnak a pásznak, hogy megölte a kutyáját, mindenféle problémája támad, mindenféle ellenőrzése, de ebben most nem megyek bele, csak azt akarom kihozni ebből az egészből, hogy ezek a kutyák konkrétan harcban állnak egy csomó mindennel az életükben, plusz nem beszélve átítélt nevet harcról, hogy harcban állnak az időjárásról, ugyanis ezek a kutyáknak nincsen házuk, nem tudnak behozolni sehova, amikor jön a rossz idő, amikor akár rájuk is tud havazni, vagy jeges eső, vagy eső, hideg, ők állandóan kint kell legyenek a jó körülbelül. Nem húzódhatnak le sehova. Az a kutya, melyik rossz időjárásban behúzódik valahova, az nem pásztor kutya. Azt azonnal ki kell onnan emelni, mert nem az. Mert pont ebben az időszakban támad a legintenzívebben a vak. Nem mindig, de ez szereti, ez a mérni statisztikailag a támadásokat, akkor látnánk, hogy
határozottan látszik, hogy a rosszabb időben szeret támadni a vad, akár medve, akár fal. Tehát a kutyák nem engedhetnének magunknak azt, hogy behúzódjanak valahol. Kint vannak, szabad ég alatt, a hideg földön. Küszködnek paraziták, mert nagyon ritka az a pálca, aki egyáltalán féregtelenít. Küszködnek mindenféle betegségekkel, mert csak akkor viszik át a dolgozhoz, a kutya kifejezetten értékes, és úgy érzik, hogy meg tudják menteni. Tehát legtöbbször a kutyák magukkal kijelölik a betegségeket. Tehát úgy gondolom, hogy úgy az elemekkel, úgy a parazitákkal, úgy a saját szerencsétlenség, a saját bal sorsukkal is meg kell küzdjenek, mint konkrétan azok, amiket az előbb felsoroltam. Tehát ha ez nem harci kutya státus, akkor nem tudom elképzelni, hogy ehhez képest mi az. Akkor egy kutyát tartunk kennelben, és egy fél évben egyszer hosszú tréning után föl elővesztük, és egyszer verekszik ez egy órá, az szerintem már csak egy korlátozott értelemben harci kutya, egy specializált értelemben, egy olyan szinten specializált értelemben, ami már ki is specializálja a kutyát a fajból. Tehát olyan, hogy mikor már eljut egy kutya oda, hogy nem tud szaporodni, mert nem tud fedezni szukát, mert verekednek össze, vagy a kölyköt megölik egymást, vagy a saját kölykét megöli a kutya, fogszterjének, pitbullok, stb. Lehetne sorolni, akkor én számomra azt jelenti, hogy már a fajból kezd ki speciális, lehet, hogy nagyon jó munka kutya, lehet, hogy nagyon jó mostan értelemben harci kutya, de már a fajt elhagy. Ezek a kutyák az a csodálatos, hogy úgy harci kutyák, hogy nincsenek specializálva, és abszolút a fajon belül mozognak. És erre szeretnék most kitérni még, hogy a mostani törekvések, hogy kaukázusit, közép-ázsiát, komondort, kuhasz, bármilyen pászakutya fajtának minősített kutyapopulációból kivesznek városi kutyákból, és visszahelyeznek hozzánk, Székelyföldre eredeti környezetükbe kutyákat, annak rendkívüli jelentősége van annak ellenére, hogy nem beszél senki róla. Ugyanis ekkor derül ki, amikor kivesznek 50-60-70 éve váló kaukázusítól kezdve komondori évtizedeken, de hosszú évtizedeken át városban nézett kutyák, és visszahelyezik ide, akkor derül ki, hogy milyen nehéz pásztor kutyának lenni. Ugyanis 10 kutyából 9 biztosan elbukik, de lehet, hogy mind a 10. Különböző okoknál fogva. Nagyon sok rétűek az okok, ami miatt egy pásztorkutyának nevezett városon tenyésztett kutya nem tud beválni egy pásztorkutya, majd elsorol különbözőeket és különböző súlyosságokat, de nagyon sokféle oka van annak, hogy egyszerűen nem válnak be, és akkor az emberek elkezdenek gondolkodni, hogy ez ilyen bonyolult, hogy pásztorkutya legyen valami? Igen, valami bonyolult pásztorkutyának lenni. Pásztorkutyának lenni a legnehezebb, a bármilyen kutyának lenni, és úgy gondolom, hogy a pásztorkutya a legkomplexebb kutya fajának a legnagyobb sokoldalúságát, legnagyobb komplexitását, legnagyobb gazdagságát és értékét képviselő kutyapopuláció a fajon belül. Mondhatnák azt, hogy elfogult vagyok, mert hát 20 éve pásztorkutyával foglalkozok, nyilván próbálom azt, mivel foglalkozok, egészen föl tud indulni, de ez nem így van. Előtte mondom, 20 év foglalkoztam másfajta kutyákkal, és amikor a pásztorkutyákkal kezdtem ismerkedni, akkor kezdtem ráérezni, hogy itt valami sokkal több van, mint ami látszik, mint amit én eddig tapasztaltam kutyáknál. Pedig elég masszívan benne voltam például a német juhászhozásban, mielőtt pásztorkutyákkal kezdtem foglalkozni. Tehát nem az van, higgyék el, hogy valamivel foglal, valamivel oda csöppenek, valamilyen oknál fogva, és akkor azt én próbálom feltupírozni. Arról van szó, hogy én nagyon sok kutyát, nagyon sok utat megjárva, egyszer csak találtam egy olyat, hogy azt mondtam, hogy ennél gazdagabbat, izgalmasabbat még nem találtam. Annyira nem, hogy még mai napig sem gondolom azt, hogy kimerítettem ezt a témát. Annak ellenére, hogy elpróbálok mondani valamit, meg ellenmerek mondani pár előadónak, nem gondolom azt, hogy én ezt kimerítettem. És ez is azt mondhatja, hogy mennyire izgalmas, mennyire gazdag, mennyire sok minden van, és ami még csodálatos, akkor mennyire allegorizálható ez az egész tematika, ami a pásztorkutyákkal kapcsolatos. És visszatérve mondom erre a visszahelyezésre, tehát a városokban tenyésztett kutyák visszahelyezésére, hadd adjak néhány konkrét példát, hogy nagyjából érezzük, hogy miről van szó. Nagyon sok meg lehetne sorolni. Tehát csak ezt a témát tudnám sorolni ebben az előadás keretén belül. Csak ezt, hogy miben buknak el a városi pásztorkutyák az igaziok mellett. De nem tudom ezt megtenni. Megtettem, de még próbálok más dolgokban is bevezetőt nyújtani, majd a későbbiekben. Tehát az első nagyon fontos, ami egészen speciális, most kezdem a javába, tehát amikor már egy kutya azt lehet mondani, hogy hoppá, ez most már majdnem pászt, majdnem beválik. Itt kezdem, amikor tényleg nagyon speciális pásztorkutyás tulajdonság kell. Nagyon nagy probléma például a kutyáknál az,
hogy nem adnak hangot, mikor rálnak például a farkasnak. Több esetről tudok én, saját kutyámat is került ilyen, miatt nehéz helyzetbe, tőlem kikerül a kutya, mert én tenyésztek is kutyákat, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy az, aki foglalkozik ezzel, az maga is tenyészte, legyen saját falkája, tudja, hogy mi történik egy falkával, mi a falka, mi a speciális egy falkával, és mi az, amit csak egy falkában lehet modellezni, illetve megfigyelni, ember-kutya kapcsolatban nem lehet. És tőlem kikerült, a pásztorok eléggé becsülnek már csíkba, vesznek tőlem kutyákat, hoznak fedeztetni hozzám szukákat, a saját szukáikat hoznak az én kanyarhoz fedeztetni, plusz ezek a kutyák például tőlem vannak vásárolva közvetlenül. És azt látom, hogy például amikor már speciálisan nézzük csak, hogy, hogy milyen egészen magas színvonalú dolog hiányzik, az például ez. A kutyáknál az a jó, hogyha például a nyáj akár pihen, akár mozgásban van, ha megvan az az ösztön, csak most ebben nem megyek bele, csak azért megértsék, hogy ezt a nyomraállást. Az a jó, hogyha a kutyáknak megvan az ösztönzése, hogy ne egy bomba tömörűvel legyenek a nyáj körül, akár pihen, akár mozog, hanem körbevegyék, és egymástól minél nagyobb távolságban, de egymást látva, mint egy körbe kísérjék, illetve őrizzék a nyájat. Ez nagyon fontos, de most nem ebben akarok belemenni. Abba akarok belemenni, hogy akkor van egy ilyen helyzet, például éjszaka bejönnek a jó. A kutyák esznek, megnyugszanak, körbeveszik a nyájat. A kosár körül. És hogyha a farkas valamelyik oldalról jön, akár csak be akar törni, de akár csak elcsalni akar, a farkas szerintem nem tudja, mikor elindul, hogy most be fog törni, vagy el fogja csalni a kutyát. Az a lényeg, hogy egy-kettő elindul be, hogy megközelítse a jókat, és ha a kutyák jól fekszenek, és ez a lényeg az éberség, nem az, hogy kutya egész nap így ül, mert nem tud egy kutya, amelyik napi 30-40 km-t megy, nem tud egész nap így ülni és figyelni. Tehát ezt ki van, ezt felejtsük el, látnak ilyen kutyákat, kijönnek, megmutatom, ezek holt fáradt kutyák, ezek ahogy megáll a nyár, ahol pillanatok ülnek, les fekszenek, les pihennek. Nincs annyi energiát, mint egy ilyen az előbb, hogy mutattam kutyát a szöges nöpővel a nyakába, hogy jöttem, a nyár mellett jöttem, ugrabugráljon. Nincs nekik erre energiájuk, hogy állandóan fáradt kutyákat látnak. Ezt tudom, hogy sok ember azt mondja, ezt nem is mutatják a kutyák így. Tehát gyorsan visszatérve az a lényeg, hogy amikor itt körbe van, bejön a nyár, és valonnan elindul a farkas, és amelyik arról felül van észreveszve, óriási hiba, és ez előfordul, és ez kutya életbe kerül. Észreveszi a farkas, akár észreveszi, akár csak megcsapja a szagom. Ugye, mert itt nagyon érdekes az, amikor például a farkas játszik a szagokkal, játszik a széljárással. Tehát ez nem be se akarok bemondani, annyi ága boga van ennek az egésznek, hogy az ember nem is tudja, hogy csinálja, hogy meg tudjon tartani egy hívet, mert állandóan csalják el a részletek, de visszatérve megint. Ha a kutya akárhogy milyen módon észrevesz és elindul a farkas után, nagyon fontos, hogy hangot adjon. Miért? Azért, mert hogy képzeljük egy estét, amikor zúg az eső. És hogy egyik kutya, amely kint van és üti az eső, és akkor is ott ül azon a ponton, az ő őrpontján, és észreveszi akár a farkas, akár a szél hozza az órával, és elindul, és nem ad hangot, duhasztó veszélyeket azonnal, mert a farkas egy az egyben sosem veszi fel a küzdelmet a kutyával. Soha. Még a nagyon kicsikkel jön az a kutya, melyiket akkor elkapsa elvizsgálni. Megtermet az ő méretének azonos kutyával nem veszi fel a küzdelmet, de megfordul, elkezd futni előtte. A kutya fut utána, ha nem ad hangot, elérkeznek oda, ahol többi farkas van, és ott azonnal rámennek, és pillanatokat kicsinálják. Na most általában a kutyák arra zajra már fölfigyelnek, amikor 500 méterre vagy pár száz méterre tőle kezdik hallani a gyilkolászás hangjait, de mire odaérnek a kutyák, lehet, hogy ki lehet venni a farkasok szájon még a kutyát, de azt a kutyát már szinte kizárt, hogy meg lehessen menteni. És ez nagyon gyakran előfordul, hogy így megölnek kutyát. Nem azzal mondom, nem gondolom azt, hogy a farkas előre eltervez, hogy el fogja csalni, de maga ez az akció nagyon gyakran megtörténik, hogy a farkas jön, a kutya észreveszi, megindul a farkas, nem konfrontálódik a kutyával egy az egyben. Elhúzódik, utána a többiek várják, amikor két farkas van, nincs kutya, amelyik meg tudjon állni. Tehát se tőlem vett, se máshonnan, tehát ahol két farkas van, ott a legerősebb kutyát, és pillanatokat, úgy van sokszor, hogy futtukba szedik szét a kutyát. Hihetetlen erő, hihetetlen céltos, hogy nem is lehet a farkas ilyen szempontból egy napon emlegetni a kutyát. Tehát, mondom, már az egy probléma, hogyha a kutya ilyen speciális dolgot nem tud, hogy mikor elindul a farkas nyomon, mikor én legelőször fedeztettem az első kanonkból, hozzaköltöztem a pásztor, 6 hónaposan jött már megint a szukájával, hogy fedeztessük, hanem, hogy Bence, mi tetszett, megfelelnek? Jó, azt mondja, hogy igen, azt mondja. Akkor megnézik a farkasnak, azt mondja, hogy a szőrük a farkuk végig, a fülükig föláll, és ordítva mennek rajta. És ez a jó, ezt szeretik, amikor olyan tűzbe jön a kutya attól, hogy a farkastagot megnézi, ösztönösen, zsigerileg tudja azt, hogy ez valami rettenetes, hogy nem bírja megállni hang nélkül is. Így hangban indul el, a többiek azonnal indulnak.
És ha már a többiek indultak vele, és ők együtt vannak, akkor már van esélyük, hogy hárítsák a farkas. Mert az egész, ami történik a kutyás a farkas között, az egy hárítás. Az, amikor ez a háborús dolás, hogy ők megverik és megölik, ez nem ez a lényege. A kutyáknak az a munka, hogy elhárítsák a farkas. Nem az, hogy küzdjenek vele. De ez nagyon veszélyes. Tehát a farkasok hárítása nagyon, akkor is veszélyes tud lenni, hogyha ha például a vonalban föl vannak állva a kutyák, mennek el a farkasok, és valamelyik túl tüzes, túl türelmetlen, és kiugrik a vonalból, és bekerül kettő közé. Már az elég ahhoz, hogy kettő összezárjon két farkas, mert a többi kutya olyan sebeket elcsenek rajta, hogy utána nem lehet megmenteni. Pillanatok alatt tudnak olyan sebeket elteni farkasok után, hogy utána nem érdemes dolgozni egy pásztornak, akinek föl kell hívni az állatorvost éjjel 3-kor, hogy szekérrel jöjjön ki, amire kiér szekérrel, addig lesz reggel 8 óra, és a lányozsákunk ezzel műteni. Van egy, tudok egy olyan kutyát is, és ennek a Ryan-nél mutatni, amit úgy mentettek, vaddisznó úton mentettek meg úgy, hogy kivágta a belét, a asfalát, és húzta a belét az erdőből, behúzta asfalát, a valamennyit a beleinek, és akkor ott nányosnak, amiért annyira értékes volt a kutya, hogy a pásztor bevállalta ezt a költséget, hogy műtsék meg, próbálják meg, meg nem lehet. Azt akarom mondani, hogy egy ilyen speciális tulajdonképpen nagyon fontos ahhoz, hogy egy kutya 10 évig vagy 8 évig tudjon működni nyáj mellett, mert lehet, hogy ennélkül elműködik 2-3 évet, de egyszer jön egy ilyen szituáció, és ott hagyja fel. Tehát ilyen különleges finomságok kellenek ahhoz, hogy egy kutya igazán jó pásztor kutya legyen, és hogy gyorsan teszek egy időt, ez a nagy probléma, hogy a pásztorok sem Erdélyben, meg az emberek különösen, és a városiak, a fogalmuk sincs, hogy mit jelent egy igazi jó pásztor kutya. Nem tudják, hogy az egy milyen gazdagság, egy milyen komplexitás, és ezért úgy általában beszélnek valamit egy Suzuki, az a Suzuki tudatok, a Suzuki mit tudom, milyen típus, Suzuki ennyivel tudnak menni, ilyen a fogyasztások, stb. A pásztor kutyánál nincs ilyen. Pásztorkutyánál bevezetődik egy fogalom, hogy nagyon nem szeretnek ma az emberek, az értékfogalom. Tehát ha elkezdjük a kutyákat vizsgálni, pásztorkutyákat, azt veszik, vagy bármilyen kutyákat, egy bizonyos feladatra tesztelve, hogy na, akkor lássuk, hogy itt mit érsz, az a félelmetes, hogy hihetetlen különbség mutatkoznak meg kutya között. Addig, amíg az udvaron van a kutya, nem is érezzük esetleg a különbséget, vagy csak személyiségbeli különbséget érzünk. Ha elvesztjük kiállításra, a miénk nyer, a másiké veszít, azt mondjuk, hogy jó volt a bíró. Ha miénk veszít, a másik nyer, akkor rossz volt a bíró. Tehát el tudjuk ezeket az értékkülönbségeket, nagyon ügyesen el tudjuk kenni. De amikor eljön az a pillanat, amikor a kutya kikerül nyáj mellé, akkor ezeket az értékkülönbségeket nem lehet elkenni. Ez az ember kőkeményen szembesül azzal, hogy kutya és kutya között brutális nagy különbség tud lenni, és ez az első szög, amit például az akadémiai kutyázás koporsába szeretnék beütni, amikor Csányi azt mondja, Csányi Vilmos, az akadémikus etológus, hogy kutyaságban nincsenek nagy különbség. Aki ilyet mond, sose látott kutyákat, amik 10 évig bírtak nyáj mellett lenni, sőt, amik egy nap alatt megfogott a nyáj mellett. Tehát én azt gondolom, pontosan ellenkezőleg van, hogy a Csányi Vilmos mondja, a kutyaságban nagyon nagy különbség van, ugyanúgy, hogy az emberek között. Az, hogy Mi ezt nem szeretjük bevezetni az érték a szemléletünkbe, ez az nagy értékkülönbségeket, az a mi bajunk, az a mi dolgunk. De ez, ha így van, elzár minket attól, hogy megértsük a pásztorkutyát. A pásztorkutyának az egész kérdésköre egy baromira hierarchizált kérdésköre. Akit ez irritál, az sose fog közel kerülni ehhez, mert elfogja őt, valamilyen belső visszolgás fogja őt taszítani attól, hogy ebben mélyen belemenjen. Ez föl kell számolni. Valaki komolyan kíváncsi a pásztorkutyára, föl kell vállalni ezt az abszolút hierarchikus szemléletet, ami a zoológia, a biológia, vagy teljesen természetes. De hogy át akarják emelni a humán tudományok területére, ott rögtön kezdődik egy maszatolás, egy elkenés az egésznek, ami elzáratú, hogy pásztorkutyát utassunk, mert nagyon fontos, még a kutyákkal kapcsolatban gyorsan megjegyzem, hogy a kutyát, abban egyetértek Csányival, hogy a kutya a legemberibb állat. Pontosan ez is emberi benne, hogy nagyon nagy a különbség a kutyák között, hogy az emberek között is nagyon nagy a különbség. Tehát a kutyákat nem tudjuk az ember nélkül is, mert nagyon fontos az ember is. Gyorsan rátérek a következőre. Itt van például, amit mondtam, a helyezkedés. Ez már nem olyan speciális dolog, mint az, hogy a kutya nyomra állva azonnal jelezze. De az nagyon fontos, és ez is nagyon ritka például. Én olyan pásztorkutya 5-6 éve kint van, csinálja a dolgát, de nem látod azt, hogy kint megvárod az estét, megvárod az etetést. És figyeled, hogy mit csinál a kutyák, nem látod azt, hogy mindenki szétszélend és körbe mennék a kosarat. Ez nagy hiba, de már gyakrabban van, mint az, hogy hangnék, hangra adjon rá. Tehát ez már egy olyan dolog, hogyha ez hiányzik, akkor azt mondjuk, hogy ez már nem is olyan speciális, mégsem van a kutyában, akkor ez nem jó. Mert annak semmi értelme, hogy a kutya ott legyen, mi úgy mondjuk, hogy az esztena, ahol főzik a sajtot, ahol matatnak a tenyel, ahol alszanak
pásztorok, annak semmi értelme, hogy a kutya ott üljön. A kutyának éreznie kell azt, hogy őriz valamit, és az úgy tudja hatékonyan őrizni, hogyha az egész falkára kiosztja azt a területet, és úgy őrzi. Ez egy nagyon fontos, és nagyon sok kutya egyszerűen nincs meg. Megérkezik, fölnő akár, de örökké ott ül, vagy egy másik mellettől, sosincs jó helyen, egyszerűen nincs jó helyen a kutya. Én egyszerűen nálam is meg tudom figyelni az én kiskutyáim között, amikor nőnek föl, van egy kiskutya, amit örökké a nagyobb el. Nem azért vernek ma a nagyobbnak ellenszenves, azért verik, mert mindig rossz helyen. Tudom, hogy ez a kutya egy buta kutya, nem tudja, hogy neki a nagyokhoz képest, mikor a nagy ideges, kell érezni nagy ideges, kell egy nagy empátiája, olyankor nem áll az útjába. Amikor kaja van, tudja, hogy ott tettünk, abban a sarokban, ott volt a kaja, az egy kényes hely, oda nem megyünk, mert most egyelőre nagyok ideges. Mert egy normális kutya tudja ezt. A buta kutyák ezt nem tudják. Ez nem derül ki, amikor az ember egy kutyát tart, vagy kettőt az úton, amikor tart egy falkát, akkor rájön arra, hogy ezt mindig verik, mert balfék. A másikat nem verik meg soha, mert az figyelő, mi van, és tudja, meg tudja érteni még azt is, hogy valamelyiket megverik, és hogy miért verték meg, és hogy ő nem is csinálja azt a hibát, pedig ő nem is verték meg azt. Tudnék el is például. Tehát az a lényeg, hogy ez a helyezkedés, ez is egy bizonyos készség, de nem annyira speciális, mint a hanggal való nyomorálás. De ez is nagyon fontos, hogy egy pásztorkutya, pásztorkutya legyen. Egy következő probléma, ami például a rágás. A rágás az már, hogy is mondjam, tehát ott már kezd a degeneráció megjelenni. Mi történik? Minden könyv leírja a kutyák kapcsolatban, hogy igen, amikor a kutya kiskutyának kezd nőni a foga, akkor a kiskutyának kell adni rágémat, hogy a szegény rágja, mert neki akkor fog a foga jobban kinőni, meg ilyen mesé. Nem, a kutya alapvetően nem azért rá. A kutya azért vár, mert amikor jönnek a fogai, az neki stressz. Nekünk is, ha emlékszünk még, amikor jött a bölcsességünk valamelyik fogunk, az mi sem akartunk minden állalán. Lehet, hogy volt egy ilyen, de a legnagyobb és a legproblematikusabb a fogváltásnál az a stressz, ami ezzel együtt jár. Na most, egy pásztorkutyának az a feladata, vagy nem is az a készsége megmondja, hogy nagyon jól viselni a stresszt. Nagyon jól kell tudja viselni a stresszt. Egy kutya még jól viselni a stresszt, hiába érzi, hogy neki a stresszet jelent, de nem keres levezető tevékenységet. Nem keres egy olyan valamit, hogy azt a stresszt valahogy levezesse, megoldja. Ő, mint a saját maga, egyszer nem érzi. Hát olyan, mint amikor a fájdalom küszöb. Arról is próbálok majd később beszélni, mit jelent a fájdalom küszöb, miért fontos pásztorkutyánál a fájdalom küszöb. Megharapja egyik kutya másikat, hogy mondjuk egyszerű példát, elviszem a kutyát az állatorvoshoz, ad egy injekciót, azt mondja, ha ezt a injekciót beadom egy háromos kutyának, minden kutya ordít, mint hogyha nyúznák. Tényleg nem ordít, miért nem azért, mert ezek pásztorok, magas a fájdalom küszöb. Ugyanezen a stresszel is. A stressztörő küszöb nagy kell legyen egy pásztorok kutyának. Nagyon magas kell legyen. Ha ez magas, akkor nem fog azért vágni, hogy levezesse az energiát, vagy levezesse ezt a feszültséget. A negyedik, amit fölírtam ide magamnak, és ami a legdurvább, az már a debilitás. Tehát az, amikor már a fajtán kívül kerül a kutya, gyakorlatilag bárhol, nem csak pásztorkutyaként, de ha kikerül mondjuk egy természetes környezetben, már akkor olyan szinten veszélyezteti a saját életét, annyira hátráltatná a saját életét, hogy azt lehet mondani, hogy szinte életképtelen. És ez nagyon egyszerű dolog, ez sem tud kiderülni kenelekben, egy kicsit dologban, ez az ürítés. Megfigyelhető az, hogy vannak kiskutyák, fogják magukat, kiteszik őket a esztenem elé, és szépen odaütenek az esztenem köré, a bejárathoz, a lényeg az, hogy valóta közel. Ez a debilitás. Tehát minden normál, nem kell az pásztorkutya legyen a kutya ahhoz, hogy ő egy bizonyos határon belül eltávolodjon az almától, ahol ő éri a kicsi életét, hogy meg általában mi van? A pásztorkutyák mindig férgesek, őknek nem szokták férek tenyíteni két hetente, mint a kenelekbe, tehát tele van féregelet. Egy normális pásztor, kis pásztorkutya tele van féregelet. Na most neki az a jó, és az válik be, és az válik be a nagyvárosi kobortkutyáknál is, meg mindenhol a kutyák még szabadon vannak a falkába, hogy elhagyni valamelyest a területet, ahol ők élnek, a szorosan, ott üríteni, és akkor visszamenni. Akkor lehet játszani az alon körül, mert akkor nem fetlenek bele ebbe a férges ürülékbe. Tehát ez szerintem egy teljesen olyan dolog, amit minden kutyától elvárhatunk, mint kutyaság. Az az elképesztő, hogy a város olyan szinten debilizálja a kutyát, olyan szinten segíti a degenerációt, tehát támogatja a degenerációját, hogy eljut oda a kutya, hogy gyakorlatilag degenerál. És mégis életbe tud lenni. Miért? Azért, mert a városba mennek a lapátba, kiszedik alul a lapát. Ezért is ezt távol teszi. Egy ilyen kutya, amely kikerül és a saját ürülékében játszik, mindig vissza jobban, intenzíven visszafertőzi magát férgekkel, mint az a kutya, amelyik eltávolodik és messze végzi el. Tehát neki nagyobb esélye van, főleg ahogy a pásztorkutyáknál van, és ami nagy tévedés, hogy a pásztorkutyáknál baromi jó megy a kajálás. Hát neki nagy előnye az, hogy ha ő kevesebb szél fertőződik vissza a féregpetékkel, mert akkor nem szívják úgy eltőle a féreget a féregek a tápanyagot, de az a kutya, amely vigyáz erre. Tehát ez megint egy verseny, ami aztán megint radikalizálódik, és ezt majd megpróbálom elmondani, hogy egy falkába a verseny adott pillanatban hogy radikalizálódik harcán.
Tehát ezt akarod, ezt a négy tulajdonságot, a kezdve a debilitástól, ami már kutya fajként sem menthető, kezdve a legspecializáltabb dologig, hogy rááll a farkasnyomra a hangot ott, hogy a többiek tudják, hogy mit csinál, és tudják segíteni. Ez akár az egész skálán hiányozhat a kutyában. De képzeljék el, ha az első hiányzik a kutyában az üdítés, hogy találtam, hogy a legtöbbször a pásztorfélelésnek anyuntik a kutyát, hogy visszaadják, akinek ők kapták, hogy leadják forró láncos kutyát, nekik nem kell ilyen kutya. Ha rák, szintén ugyanezt történik vele. Tehát a debilitás jelenlegi sem tud már pásztorkutyaként működni, de még városokban tud működni. Tehát ha ezt az ember megéli, a pásztorokkal kapcsolatban a kutyákat látja, megmutatja, nézd meg, mit csinál, nézd meg, így lesz, hogy kell. Hát így láttam, de ilyen kutyát nézd rám, hogy az ember. Én láttam, de ilyen kutyát. Tehát amikor ez a pásztorok már nincs türelmük általában a kutyához. A tévedők azt mondja, hogy a pásztorok szereti a kutyákat. Nem, a pásztorok pont olyanok, hogy mindenki más. Vannak, hogy tudom, szereti a kutyákat, van, aki nem szereti a kutyákat, van, aki meg elviseli. Nyilván, aki nem szereti a kutyát, nem egy pásztornak, mert tudja, hogy most megyek oda dolgozni valamivel, ami ott van, amit én nem szeretek. Tehát nem fog pásztornak menni. A pásztoroknál ez két tipikus ember. Szereti a kutyát, az nagyon ritka, és aki azt mondja, hát ez is egy munkaeszköz, hát ezzel is dolgozunk. De nincs türelmük nekik arra, hogy ők kínuljanak ilyen kutyákkal, amikor látják, hogy ők tudják már, hogy ez nem fog úgyse beválaszkodni, nem kínulni. Tehát, hogyha ezt így hagyták, hogy ebből szeretnék ráállni arra, amit még talán el tudok valamelyest mondani ebben az előadásban, hogy innen, ebből a pontról, el a szempontból szeretnék rávilágítani önöknek a nagy európai pásztorkutya vitára. Mert Európában ma igazából a pásztorkutyások között, akik valóban foglalkoznak pásztorkutyákkal, nagy vita van, amit a laikusok általában nem látnak, hogy ha látnak is, csak részben látják, ha látják is részben, teljesen félreértik. Tehát ez egy belső, ez egy szubkultúra. Csányi, megint el kell fogadjam, jól mondta azt, hogy a kutyázás, a kutyások egy szubkultúrát jelentenek. Én úgy gondolom, hogy mit csinálunk, pásztorkutyások az igenis egy szubkultúra, és nem abban az értelemben, hogy alacsonyabb rendű valami a kultúrához, a magas kultúrához képest, abban az értelemben, hogy a kultúra egészében egy ellencsap. Ebben az értelemben mondom azt, hogy szubkultúra. És ebben a szubkultúrában egy nagyon komoly vita folyik minden szinten. Tehát az akadémiaitól kezdve egészen leelmondtam a zsurnál kinológiáig, meg a hétköznapokig, meg a fórumozásokig, amely vitát, mondom, nagyon kevés ember látja, csak az, aki tényleg ebben benne van nyaki. És ez a vita számomra nagyon izgalmas, nagyon érdekes, és megpróbálom fölvázolni nagyon röviden, hogy aki esetleg ebben nem látik bele, mert abból, hogy ezt itt fölvázolom, meg is értik inkább a pásztorkutya problematikáját magát. Mert hiszen a vita erről szól, ha nem lenne a pásztorkutya problematikus, akkor nem lenne vita. Az, hogy van vita, azt jelenti, hogy a pásztorkutya nagyon is problematikus, és ezáltal, hogy ezt fölvázolom, megértik önök is azokat a fő irányvonalakat, amelyek mentén problematikus a pásztorkutyában. És itt most megpróbálok váltani a gondolatmenetnek a szövegére. Igen, még ebből azt felejtettem el elmondani Wittgensteinnek a gondolatát, hogy megint csak fontosnak tartok, bocsánat. Ami, ha nem tudom egyszerűen mennyi olvasható, minden vita, ami én életformák ütköznek. Egy nagyon neves és nagyon elismert német, illetve osztrák filozófus mondta, és én ezt mélyen hiszem. Bárhol is bármiről kezdjünk el vitatkozni, bélyeggyűjtésről, történelemről, fizikáról, bármiről, vitát végigvisszük, és van bátorságunk végigvinni, akkor eljutunk oda, hogy a vitapartnerünkkel szemben igazából nem is arról beszélünk, hanem az életformáink ütköznek. És ezt nagyon komolyan gondolom, hogyha nagyon ritkán kerülök ilyen vitába, hogy valaki végig merjen vinni egy vitát, addig még eljutunk az, hogy élek én és hogy élsz te. Nagyon ritkán kerülök, de tudom azt, hogyha ezt valaki végig meri vinni, oda fogunk eljutni, mert nagyon sokszor megbizonyosodtam el. Oda fogunk eljutni, hogy te hogy élsz, én hogy élek. Akár a kutyákkal is, ha beszél. De ez nagyon fontos, meg tudom bevezetőként elmondani, hogy itt igazából életformák ütköznek. Csak kutyáról beszélünk. Na most, az első, tehát azt mondom én, hogy 4-5 szekértávon van, rosszul írtam ide föl, de 5 szekértávot én tudok megalapítani, és szerintem ez úgy áll is. Az első és a legnépesebb, a leginkább intézményesült, a leginkább hivatalosnak mondott, az, ami ma a mainstream, a főáram a kutyázásnak, az a kutyakiállítások köré szervezik a küllemkutyások.
nagyon impulzás szervezetei, mondok FC-re, AKC, amerikai kennel klubba, hasonlók az eredeti angol kennel klubba. Náluk egy szóval meg, minél szebb kutya, különösen bilisztény megfelelő. Ez a cél. Nem érdekli igazából semmiket. Van egy csomó tenyésztési kiút, lehetőség, lehetne az FC-n belül komolyabban is. Nem csak különben tenyészteni, de igazából az FC elnyszó. Külön kutyát. Ne, azt mondom, ezt a fejt nagyon nem kell majd, azt tudjuk, miről van szó. Van egy standard, amit majd meg fogok keményen kritizálni, ha eljutok oda, de talán időben már nem fogok odaérni, csak a következő előadásban. Van egy standard, és a standard, mint szentírás szerepel, ami pont úgy hibás, mint hogy a bibliafordításaink hibások, de megyünk utána fejetlenül, mert azt hiszük, hogy ez a legjobb, ezt a bajnak a szakemberei csinálták, akik ennyit kutatták a kutyákat, és ez biztos, hogy jó. Tehát van egy hibás standard, amit vakon követünk, és annak a standardnek a mindenféle interpretációja alapján elképzeljük egy szép kutyát, és megpróbáljuk előállítani. Ez a különbözés, és számra elhúzunk. A következő, hogy mindenhez kísérő kutyások, ami a kuvaszoknál egy nagyon erős mozgalommal és nagyon aggasztó mozgalom. Ami a könnyen kipeszthető urbánus életformában könnyen belesimuló fejé németül, az tár. Gyakorlatilag nem akarnak mást, mint egy másik németül, ezt egy másik kísérő kutyát, ami nagyon jól képezhető, nagyon engedelmes, nagyon kooperatív, nem jelent problémát a civilizációs életformában beilleszteni, belesimuló. Ez mondom, a kuvaszosoknál nagyon masszívan jelentkezik meg, de minden más fajtánál megjelenik, akár látens módon is ez a típusú hozzáállás a kutyához, hogy nem kell szép legyen, de legyen intelligens, legyen képezhető, tehát valamiféle intellektualizmus a kutyázásban, de szerintem rossz értelemben. A harmadik a kemény őrkutyások, minél hamarabb és minél agresszívé válok kamikáze kutya. Ennek tipikus például a szovjet kaukázusi. Tehát a kaukázusból valamikor 50-60-70 éve ki tudja ezzel, mikor bevittek igazi pásztorkutyákat Moszkva köré a szovjet térség. Na most rájöttek, ezek kutyák általában agresszívebbek, mint a többiek, elkezdték specializálni őket objektumőrzés. Ezekből a kutyákból a pár évtized alatt csináltak olyan kutyákat, amik tényleg kiváló őrkutyák, de már nem pásztorkutyák. Majd el fogom mondani, miért. A negyedik a viadók kutyások. Tábora talán ezt ismerik önök a legkevésbé, én azt mondom, hogy ezt is elég jól ismerem. Minél hamarabb bármilyen körülmények között van, és amit még itt elfelejtem, ez a minél hamarabb, de mondom, ki fogok eltérni. Minden szónok jelentésére úgy próbáltam megírni. A viadók kutyások minél hamarabb bármilyen körülmények között fajtás és a végsőig haladó bocsátkozó kutya. Ezt nagyon masszívan űzi már Romániában is, de aztán különösen Romániától keletre, Ukrajnában, Moldovában, Oroszországban, és aztán egészen Afganisztánban. Ez számomra megint nem jó így, ahogy csinálják, mert megint specializálja a kutyát, megint elviszi egy irányba, ami már nem pásztorkutya. Az ötödik, amit én úgy gondolom, hogy kellene csinálni, ami gondolom eddig egyértelmű volt, az autentikus pásztorkutyások úgy pszichésen, mint fizikálisan a pásztorkutya eredeti funkcióra képes kutyát akarnak. Annak eredeti gazdagságában, kiegyensúlyozottságban és minőségében. Tehát ezt gondolom én, mint erővonalat. Most itt lehet feltegetni, miért, hogy. De hadd térjek rá egy igen. Hadd kezdem el úgy boncolgatni ezt a részt, hogy egyszer, ha még elengedjük, a kritikán végig megyek, és utána összefoglalásként talán érthetőbb lesz, hogy mire gondolok. Vegyük a különlegeseket. A standardot, aki hogy szereti egyetem. Ha valaki gyakorló pásztorkutyás, és látok már a falkákat, és a másik nagyban, hadd ezt is szúrjam közben, engedjek, hogy néha kitérek a gondolati útjét. Az, hogy valaki kimennek pásztorokhoz kutyákat fogadni, az annyi, mint szinte semmi. Tehát ezt így nem lehet, így kell nekem. Tehát a pásztor, valaki kimond a jókkal, az általában a csóló. Az a senki házi gyerek, akit így mondanak ott nálunk fele, akinek nincs jobbja. A pásztorkodás majd egy megvetett életforma, majd egy túllépett valami, ami az megy oda, akinek már más neve, nem tud rendesen írni, nem tud rendesen olvasni. Tehát az, aki a jók mellett van konkrétan, szinte nem is érdemes szobálni, de aki, mert tényleg azzal egyetlen olyan mondott a srác nagyon helyesen, hogy ezek jönnek, mennek. Ezek elmegy két hónapot dolgozik valahol, megunja, elmegy, elérje a pénzét két hónapig, akkor megy egy másik helyre. Ezek nem tudnak három hónapra visszamenőleg információkat szolgáltatni, pásztorkutyákhoz, farkas támadásokra. Hogy tudnának, hogy akár két-három hónapja van ott, vagy akár csak egy éve van ott? Nem tud. Aki meg kell keresni ilyenkor, mindig úgy mondjuk, hogy a gyűjtő, az, aki felelős ezekre a jókért, aki bevállalja, hogy begyűjti a falukra a jókat, vagy a saját juhait, az nem fogod menni egész nap a jókkal, amikor dolga van.
Az meg kell szervezze a sajt eladást, meg kell szervezze a bányaelők eladását, meg kell szervezni egy csomó mindent, a támogatások megszerzését, legelőbérlést, istállóépítés, szénacsinálás, szénabehordás, tehát egész tényleg mit tesznek az állatok. Tehát ott rengeteg dolgok, ez nem fog ott ülni a nyáj mellett. Tehát aki a nyáj mellett van, az nem az ember, akit kell kérdezni. Azt kell kérdezni, aki valamikor a nyáj mellett volt, nagyon sokat volt, hogy tudja, aki a kutyáknak a valódi gazdája, akinek van egy statisztika, ő 10 éve csinálja, 15 éve csinálja, őt el tudja mondani, hogy mi van. De azt meg kell találni, most a másik, ami nagyon fontos, az embernek ki kell, el kell nyerni a bizalmat. Ez már humán része a dolognak. Ez nem ilyen, hogy az ember a legtudományosabb módszerekkel, hogyha egy emberrel nem tudja egy embernek elnyerni a bizalmát, és elnyerni a tiszteletét. Ha te nem tudsz kutyázni, te nem kölykolod, a kutyáztál, mint ő, és ez nagyon fontos, higgyék el, ez olyan, mint amikor ma próbáljanak meg valakit fölkészíteni, úgy lovagolni, vagy zongorázni, hogy ne gyerekkorától kezdve. Nem tudja, olyan nagy a verseny. Ha nem gyerekkorból kezded, nagyon kicsi az esélyed, hogy te ott való topon legyél. A kutyázás pont ilyen, a kutyázás olyan művészet, minden más. Hiába, hogy esetleg sokan csináljuk, mert egyszerűen meg körülbelül eszmény kutyát is megvan. De ez magas fokon művelni, ugyanúgy művészet, mint bármi más. És az, hogy ebben nagyon magas szintre eljussál, nagyon fontos elem, hogy gyerekkorodtól csinálja. És mi, aki gyerekkorunktól csináljuk, mi egyből fölismerjük azt, aki te a gyerekkorodtól csinálod, te nem. Ez egy ilyen egyszerű, nem tudjuk megmondani, hogy ahogy a nyúl a porához, a kutyához nyúl, ahogy beszél a kutyáról az ember. Olyan metakommunikációs jelek vannak, amit nem tudunk mi se dekódolni, de biztosan érezzük, hogy az ember igazi kölyökkora otthagoló kutyás. És általában ezek a jó kutyások, mert itt is az a fontos, hogy a pásztorok, hogy a jó kutyás az kell elmenni, amelynek jó kutyái vannak, akinek a környék mondja, ha igen, valók mencenek a jó kutyája, ő jön, akkor mindenki kell húzzon el a nyájában, mert ez ölik meg a kutyát. Van egy ilyen becsületnek, egy ilyen harci becsületet kivívott falka is annak, tehát ismered a tulajdonosát és a szóval veled úgy, mint hogy érzi, hogy te is tudod, sőt, tőled vesz kutyát, vagy fedezted a te kutyádat, és megbeszélted, és fölhív, hogy figyelj, hogy ez történik, akkor tudsz információkat kivenni belőle. Az máshogy esetleg rosszul értelmezed, mint akár lehet, hogy én is rosszul értelmezem az információkat. De abban biztos vagyok benne, hogy információkat kivenni csak így lehet. Mert én mióta vittem ki embereket oda, pestieket, olaszokat, más városiakat, hogy ők is lássák, amit én láttam. De látom, hogy nem működik, nincs meg a kémia. Tehát kiviszek egy ember, föltesz egy kérdést a pásztornak, olyan nyakatekeret, olyan városias módon teszi föl, szegény pásztori nézve, hogy kit hoztál ide. Mit mondjak én erre? Hogy válaszol? Nem is tudja, nem is érti. Tehát meg kell találni azt a közös hangot, azt a szókincset velük. Nem tudom jól elmondani, mert mondanak nagy része metakommunikáció, de ez működik, ez megvan, higgyék el, hogyha én tudom, amikor kimegyek velem, másképp beszélnek, mint amikor kijön egy teljesen laikus. Tehát, hogyha ezeket a pásztorokat megtalálja valaki, és ezekkel beszél, akkor tud igazából információkat kivenni tőle. És a másik azt, ha neki van egy halka kutyája, azokat látja a működés közben, ha nem is nyáj mellette, kimegy velem, akkor 4-5 kutyával az ember kimegy, és megfogalmazza egy falka másik útra, és akkor látja, hogy mi történik. Ezekből rengeteget tanul, amit soha nem tanulsz meg az egyetemek, se az egyetemen, sehol máson. Ha 5 kutyával megyek, és jön a másik 5 kutya, és összecsapnak, az ember olyasmit lát, amit nem lehet megtanítani. És itt érzi meg azt az ember, mit jelent a falka. Egy falka, és itt van a legnagyobb probléma a standardeknek, minden standard egy homogén állványra törekszik. Mindig azt akarja a standard, hogy legyen neki, elképzelni, hogy elmegyek, hogy mi a probléma ezek a standard, de az a legelepvetőbb probléma, hogy elkezdek olyan a standardet, látni a homogén figyelmet, akkor már lököm ér. Ez az ember, aki ezt a standardet írta, ennek lövésen elmondta, hogy működik egy falka. Lehet, hogy nagy anatomus volt, mit tudom ki lehetett, de hogy egy falka hogy működik, azt nem tudja. Mert a falkában nem az a lényeg, a falka akkor tud jól működni, és szerintem nagyon remélem, hogy értik a szinergia fogalmát. A szinergia fogalma egy központi fogalom a pásztorkutyázásban. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a kutyák különbözőségében, ha passzolnak ezek a különbözőség, nagyobb erő van, mint hogyha egyforma kutyákat egymás mellé rakunk. Tehát itt abszolút működik az, hogy a részek összege több, mint hogyha csak a részeket külön így összeadja. Tehát nagyon fontos ez a szinergia, ez az együttműködés. Képzeljünk el egy zenekart, ahol mind csak hegedű van, vagy mind csak zongorok. Úgy is lehet zenét csinálni, persze. De mennyire izgalmasok, ha van hegedű, ha van többféle hangszerünk, és akkor ki tudunk keverni érdekes hangszínváltások. Pont így működik a pásztorkutya, és így kell. Nagyon jó az, hogy egy falkában több típusú kutya van, akár fizikálisan, akár mentálisan. Nyilván nem végtelen a spektrum, tehát már mondtam, milyen dolgok zárnak ki pásztorkutyaságból kutyákat. De van egy csomó minden, amiben lehet egy spektrum, lehet egy változatosság, és kell is, hogy legyen, ha van, az az igazi erős falka. Úgy képzeljék el, valahol egyszer láttam egy filmet, és szerintem biztos, hogy így van. Nagyon el tudom kézni, bár nem kísérleteztem ki. Azt mondta a figura, egy építész, hogy ha
A piramisokat úgy építették volna meg, hogy teljesen egy formán köveket, egy lecsiszolóval egymásra raktak volna, már összeomlott volna. A titkuk ezeknek a piramisoknak, mely még a dél-amerikai, meg sok egyéb ilyen nagyon monumentális, több ezer éves építményeknek, amik még mindig állnak, az, hogy a különböző kövek, különböző formájúak, nem egy formák, de nagyon fontos, hogy meg vannak tervezve úgy is kicsiszolva, hogy pontosan illeszkednek egymáshoz, annak ellenére, hogy nem egy formák. Így nagyon nehéz falat építeni. Sokkal könnyebb legyártunk valahol adott méretű téglákhozba, eltartjuk egy helyre, és akkor építünk egy falat. Sokkal nehezebb így építeni. Igen, de ha így megépítjük, az sokkal tartósabb, mint az, amit ilyen egyforma tömbökből építünk meg. És ez a pásztorkutyáknál tökéletesen áll. Ez a hasonló. Tehát ha nekem többféle kutyám van, sokkal jobban működik a falkám, mint hogyha mindegyik egyforma. Hadd mondjak egy-két példát. Egyik példa nagyon időszerű ma Erdélyben, behoztak egy csomó orosz, illetve eredetileg Ázsia, de ma már orosz vonalú pásztorkutyát, és elkezdték rátenni a helyi állományra. Ez azt jelenti, hogy nőtt az agresszió szín, nőtt a keménység, nőtt emberelni agresszióba is. Ez miért probléma? Azért probléma, mert nagyon sok kutyát le kell egyszerűen kötni. Annyira agresszívek már, ugye, hamar elmondom ezt, hogy a pásztorkutyán nagyon fontos a territoriális agresszió. A pásztorkutyán, amikor kimegy a saját territóriumáról, nem szabad emberre szembe agresszívni. Ahogy ők kilépik a területéről, olyan kutyáim vannak, hogy ha berakom őket a területükre, öljönnek, hogy megharapjanak, és meg is megharapnak, meg kipróbáltam gondolni. Ahogy kinyitom a kapucs kilépi, jöhet bárki, nem foglalkoznak vele. Ez egy ideális pásztorkutya. Na most, ha behozzuk a mindenféle városi harci kutya, meg őrkutya vonalakat, akkor megemelkedik az agresszió szint, és nagyon nagy probléma ma a pásztorkutyaságban ott Székelyföldön, a kutyákat gyakran meg kell kötni. Megmutatom, mi lehet az eredménye egy ilyen lekötésnek. A kutyák le vannak kötve, ez most már nincs. Éjszaka le volt, ez most történt két hete, tőlem 20 km. Kutyák le voltak kötve, mert már annyira gyenge most már a legelő, olyan hideg vannak, hogy a nyájuk bejöttek egészen a faluk mellé. És a kutyák bebejártak a falukba, és már félelmetlenítették a lakosságot. Ezért éjszaka lekötötték, az egész napra lekötötték őket. A farkasok bejöttek, mire? A pásztorok összeszabták magukat, mire a kutyákat elengedték, addig a jók elszakították a kosarat, tehát a karámot, kiáramoltak, úgy a farkasok lejöttek, hogy 20-at belőlük, akkor kifuttak az útra, az úton elütött egy kocsi még 5-öt belőlük, úgyhogy valami 25 állat pillanatok alatt, de pillanatok alatt, mire a kutyákat elengedték, már meg is volt ez a mészállás. Tehát egyszerűen abban a pillanatban, ha nem működik a pásztorkutya úgy, ha nincsenek meg azok a kiegyensúlyozott részletek benne, akkor azonnal a gond. Na most képzeljük el egy igazi jó falkát. Ha van nekem egy jó falkám, akkor azok mind különbözőek. Lehet, hogy van közöttük egy, mert lehet, hogy van közöttük egy agresszívebb kutya. És ha szeretem, és megint nagy probléma az, hogy sose szabad egy kutyát egy tulajdonságban kell megítélni. Mindig komplexen össze kell rakni az összes tulajdonságát, és azt szerint kell, hogy megítélni. Lehet nekem egy olyan kutyám, ami túl agresszív már ember. De annyira jó egyébben, hogy nem fogom azért kiiktatni, hanem mit csinálom? Őt egyedül korlátozom. Tehát őt megkötöm. Tudom azt, ha őt megköttem, akkor többiek maguktól nem mennek rá az emberre. De ha azt akarom valamiért, mert összevesztem a szomszédommal, a másik jó állsz, és akarunk egyet berekedni, a kutyák berekedjen, akkor elengedem, és akkor megyünk vele. Tehát nekem van egy kutyám, és azt a kutyával tudom mobilizálni az egész többi falkát. Ha egy kutya elindul, megy utána a többi. Ha jó pásztor kutya. Most engedjen, mutassak gyorsan egy másik képet. Mit csinál a nem jó pásztor kutya? Ebben csak sikerül elkapnom egy pillanatra a jelenetet. Nézzük meg, de nagyon tipikus. Ez a kutya tőlem van elfogult, vagy azt mondom, igazi pásztor kutya. Ez a három kutya a szomszédjának a kutyája. Ez a kutya ebben a falkában tartozik, de nem igazi pásztor kutya. Mit csinál minden alkalommal? Amikor összejönnek a jók, egymáshoz közel kerülnek, nyilván a két falkon készülsz egymást, ez a kutya azonnal elindul vatva, agressziót mi mellett, a másik irány. A többi kutya, mint például ez is, nyilvánvalóan falka ösztön vezérelve követi a kutya. Amikor elérkeznek a frontvonalra, akkor ez megfordul, és ott hagyja ezt. És ott ezt a kutya már húztuk ki azért a haláltorkába, úgy összerágták. Tehát mit? Egy rossz kutya meg tudja öletni a jó kutyámat, hogyha ha nem iktatom ki azonnal, ez a kutya már nincs a falka. Ha nem iktatom ki azonnal, egyszerűen bajt, hogy csinálni.
visszatérve, ezt akartam elmondani ebben az értelemben, hogy ha van egy kutya, ami nem felel meg a pásztorkutyusának egy szempontból, mert túl agresszív, még mindig, ha globális úgy gondolom, hogy megfelel, megtarthatom, mert tudom ellenőrizni a flokkát vele. Tehát, hogy más, mint a többi, de pont jó, mert amikor nem kell agresszív, akkor lekapcsolom, amikor talán mégis kell az agresszív, és ez régen nagyon gyakran előfordulhatott, hogy kellett az ember ellen agresszív, nagyon is kellett, akkor mobilizálom. És ez, majd mondok egy másik példát. Ha van egy kutyám, amely szeret nagyon elhajtani, de van egy másik, amely nem szeret elhajtani, ha elhajtáson azt értjük, amikor észreveszik a vadat a nyáj körül, és nyomába erednek, és akkor a vad menekül, és ők mennek utána. Na most ez egy nagyon kritikus kérdés. Általában a pásztorok után szeretik azt, hogy nagyon szeretnek elhajtani, mert hogy megy a vadra, én nézd meg, hogy jóra majdnek vissza. De miért rosszul? Mert nagyon megy a vadra, elmegy, és megtörténik milliószor az, hogy elmennek a vadra, egy farkas elcsaj, jön a másik, és akkor megcsinálja a vészállást. Tehát nekem akkor az a jó, ha van olyan is, de viszont ha a kutyám, most mondom a másik végletet, ha a kutyám nem megy ki a vadra, akkor megengedi azt a luxust a vadnak, hogy állandóan ott legyen a nyáj körül. És ha minél többet ott van a nyáj körül, akkor előbb-utóbb lesz lehetősége lecsapjon az éleplalat. Mert akár lehet 20 méterre is a nyáj, és nem is látja senki. Tehát nekem fontos az, hogy legyen olyan kutyám is, amelyik nagyon hajt jól a vadra, hogy ha fölveszik a nyomát, a szagát, akkor hogy meghajtsák, éreztessék vele, hogy ha jön, akkor nem számíthat arra, hogy hippak megúszta, de olyan is, amely már fordul vissza. Már fordul vissza 100 méter, 200 méter, fordul vissza, jön vissza. Ez egy kutya nagyon kell. Tehát ha én azt mondom, hogy ez a pásztor ugyanek jó hajt a vadra, téved. Ha azt mondom, hogy az a jó pásztor ugyanek nem megy ki, akkor is téved. Az a jó pásztor kutya, amely egyik ilyen és a másik. Tehát ez egy falka, ez egy csapat, ami akkor tud dolgozni a különbözőek, mert nekem nagyon komplex feladatra kell megfelelnek. Nem arra kell, hogy megyek a rottvárjelemmel, és valaki megcsinálod, és akkor azt leölje azt az embert, hogy leváltsa. Nekem egy csomó más egyébre is kell a kutya, és ehhez nem tudok egy kutyába mindent berakni. Ez képtelenség. Ezért abba kell mindig csapatba kell gondolni. És ez a nagy problémája például megint csak a városi kutyakutatásnak, Csányéknak, az ELT-n, amit művelnek, hogy a kutyám, véleményem szerint is meg vagyok győződve róla, hogy ez így van. A kutyát csak falkába, igazi falkába és szabad körülmények között lehet tanulmányozni. Hát az, ami történik, hogy veszünk, behívunk embereket a kutyáikkal, aki és mindig oda van írva, élelemmel nagyon jól motiválható. Eleve egy olyan spektrumból veszünk kutyákat, amik majd később egy kis elemzik, de bizonyára nem onnan veszünk, onnan kell. Tehát a kutyák egészen komplex és különleges dolgokat mutatnak falkában, amit nem tudnak megmutatni egy ember egy kutya kapcsolatban. Még egy kutya kapcsolatban sem. Ha nincs meg legalább egy hármas viszony, alá-fölé rendesség viszony, egy csomó mindent nem értünk meg a kutyákat. És egyszerűen elméleteket gyártunk róluk, annélkül, hogy alapvető dolgokat megértenék a kutyákat, mert sokkal könnyebb ülni egy egyetemi helyiségben, jöjjenek be a kísérletanyagok, és mi mérjük a videóba, fölvesszük a szemnek a mozgását, és akkor kikövetkeztetjük, hogy hány ismét, és utána kezdte el a kutya követni a gazdának a tekintetét. Ezek érdekes dolgok lehetne baromi kényelmesen csinálni, csak az a baj, hogy nekünk gyakorlati kutyásoknak nem adnak semmilyen használható információt. Szeretnénk tudni, mitől jó a pásztorkutya, de akárhol olvasunk bele a tudományos statisztikában, nem találjuk meg. Alapvetően nem értik a pásztorkutyát. Csánynak még van egy elemet, hadd mondja meg, és akkor le is zárom az ő kritikájukat ezzel, hogy a kutyának azért látszik a szerepehérje, hogy tudja jelezni a gazdájának, hogy ő merre néz, mert milyen klassz együttműködési mechanizmus. És hogy a farkasnak azért nem látszik a szerepehérje, hogy ne tudja a másik, a társa látni, hogy ő valami kaját észrevett a földön, hova néz, hogy nehogy elvegye előle. Tehát ő úgy nézzen egy kajára rá, ami a földön van, hogy a többiek ne tudják, hogy ő hova néz. Ez nevetséges, ha kimenjünk egy normális helyre, van fű, ahol mondjuk eddig él a fű, vagy akár csak levézet is van, egyszerűen nagyon ritkán találunk valamit, bármi lehető. Ha találunk is valamit, akkor nem a szemével fogja észrevenni. Akárhányszor meg lehet mutatni, lehet látni, a kutyák előtte mennek három kutyák, és egyszer csak, hogy elhaladnak, az egyik visszafordul, és kezd szavlászolni, és beazonosítja, hogy hol meg. Tehát nem a szemével vesz észre azt, hogy ki hol van, hanem leghamarabb az órával. És az órával is keresi nagyjából meg. Hát ő még eljut oda, hogy meglátja, addig már szinte a játék le van játszva, mert ott megint az győzött, akinek jobb az óra. Tehát ezekből tehát valaki, aki csak egy városban, egy aszfalton jár, két kutyával sétálni, nem tapasztal meg olyan dolgokat, ami annak, aki kint jár egy falkával, szabad területen, teljesen természetes.
És akkor mégis, és mi a probléma az egészen? Az van az egész, hogy mivel egy egészen speciális kutya populációt tanulmányoznak, még ez nem is lenne probléma, azt mondják, hogy gyerekek, amit mi tudunk, az csak erre vonatkozik, nem. Tetten érhető, hogy a publikációjuk a különösen Mitkusnak a könyvébe, a Csányi tanítvány könyvébe, hogy általánosít. Tehát, hogy meg van győződve arról, hogy amit ők ott nevetettek, az általán és az egész kutya populációjára, és ezt ideologizálja meg az a mondás a Csányinak, hogy a kutyaságban is meg nagy különbség. Ha kint vagy a terepen, egyfolytában az a szembesülsz, hogy brutális különbség vannak a kutyák között. Nagyon nagy különbség vannak a kutyák között. Úgyhogy visszatérve a standardre, a homogenitás elvárása a standardekben szerintem nagy hiba. Óriási hiba. Tehát teljesen félreérti a kutya falka jellegét. Az, hogy szinergiában működik, hogy a különbözőség ereje adja meg igazán az erőt. Anatómiai részletekre nem nagyon megyek most rá részletesen, de minden standardben látok olyan hibát, amit kint a terepen meg lehet mutatni, hogy látod, ez ezért nem jó. Ez a tulajdonság a kutyának, hogyha ezt akarod, hogy ilyen legyen a falhosszal, vagy ilyen legyen az árnyékhosszal, vagy ilyen legyen a szögeltsége, ezért nem jó. Másik probléma az, hogy a standardben nincsenek benne olyan paraméterek, amik nagyon fontos lenne, hogy benne legyen. Tehát a standard elolvasok, és hiányzanak belőle részletek, amik kellenének ahhoz, hogy én egy pontos képet kapjak a kutyának. Szögelési problémák, rosszul elképzelve, rosszul fölmázolva, rosszul fölrajzolva, de elfogadva szentírásként. Fejformáknak a problématikája. Minden fajtánál borzasztó szörnyű nézni azt, hogy mindig próbálják egymástól a kutyákat izolálni, hogy minél fölismerhetőbb legyen egy fajta, hogy ez az a fajta, ez meg a másik. És ez mivel érik el azzal, hogy megpróbálják nagyon karakterisztikussá tenni a fejet, a fület, ezt a részt, ahol az ember legelőször néz. Ez nagy hiba, mert hogyha például azt mondjuk, hogy az Ázsia, Közép-Ázsia különböző határozottan mondjuk a kovasztól, akkor azt mondjuk, hogy jobb az Ázsiának legyen keskeny az agykoponyai része, legyen erős a fogja, ami megadja ezt az elvárt téglafejet, ami viszont butaság. Mert miért kellene téglafeje legyen egy Ázsiának, csak azért, hogy elüssön a többi pásztorkutyától. Ha harapás erőt akarunk nézni, nézzük meg a farkast. Egy farkasnak mindenki látja szerint a farkas fejelő képeket, borzasztó széles ez a része. A fülek között, a koponya része. És nagyon vékony, keskeny az orra. Mégis akkor át tud harapni, hogy bármelyik kutyán nagyobbba tud harapni. Tehát ha mi azt akarjuk, hogy egy pázi kutyán, hogy nagyobb tud harapni, akkor nem mondhatunk le a széles nagy koponyai rész. De a stílus miatt, amiatt, hogy a mi fajtán legyen egy határozott karaktere, lemondunk a jó funkcionalitásról, csak azért, hogy legyen egy kinézet, legyen egy image a kutyán. És így soroltam a hibákat, a kvadratikussággal is így tovább. De mondom, ebben most nem akarok bele. Különösségnek a más harmadik nagy problémájuk, hogy a belső tulajdonságokról, ha megnéznek egy standardet, olvassák el, számolják ki, hány sor szól arról, hogy a kutya milyen kell legyen, de konkrétan nem a nagy legendám, konkrétan összefoglalva, hogy milyen kell legyen pszichésen a kutya, és nézzék meg, hogy hány sor szól arról, hogy kell kinézni. Ne fogják látni, hogy a fejről több szól, mint arról, hogy a kutya mit kéne tudjon. Tehát ez megint katasztrófa, gyakorlatilag teljesen zsenyre leszik a tulajdonság. Ez abból látszik, mondom, ilyen kutyákat évtizedeken át üllemes elrepalapján tenyésztik, kiteszik nyáj mellé, és megbuknak azonnal. Miért? Azért, mert ezek már teljesen sehol nincsenek, vagy olyan minimális szinten vannak meg, hogy még nem ütik meg azt a szintet, hogy tudjon működni. A következő, a kísérőkutya engedelmességeinél az a probléma, hogy a pásztorkutyánál nagyon fontos két dolog, illetve három is. Az első, ami nagyon fontos, ami nagyon nehéz a városokat megmagyarázni, hogy a pásztorkutya későn kell élni. Nem jó az a kutya, sokan elvárják 60 okosan már, hogyha őrizzen már, legyen magabiztos mindenféle körülmények között, mert a városi tartás ezt követeli. Persze, tudom, elismerem, nagyon bosszantó az, hogy van egy 60-os kutyán, kimegyek vele, és ők úgy figyel, meg úgy óvatos, meg vigyáznak rá. Az a baj, hogy az ilyen kutyákat, amelyeket nagyon magabiztosan, 60 okosan, kivisszük nyáj mellé, mi történt? Eltörik a ló, egyszerűen a lóra állítik, mert ő ott fekszik, mert ő nem is gondolja, hogy a ló neki veszélyt tud jelenteni. Ki kezd nagy kutyákkal? Nagyon fiatalon bemegy idegen kutyák közé. Tehát egy csomó olyasmit csinál, ami az életébe kerül. Tudok olyan kutyára, itt Pestről vitték ki, eltörött lábbal sírodik most egy kerítéshez kötve, mert két nagy hibája van. Nem fél semmitől. Másrészt agresszív az állat. Tehát nem lehet elengedni, mert egyből megy az embereket, csinálja ki. Másrészt meg nem fél semmit, tehát nem tud vigyázni magára. Ez nagyon fontos, tehát ha kimegy a kutya ott, senki nem fog rá vigyázni. Nem olyan megy egy pórázom, és akkor vigyáz, nem egy oldalon elüt a kocsi meg. Nem, ott nem vigyáz senki rá. Ő kell magára vigyázni, ezért fontos, hogy óvatos legyen. Az óvatosságnak az egyik nagyon érdekes jelensége, hogy van egy kutya, nagyon nehéz megmondani egy kis kutyára, hogy ez most csak óvatos, és később majd egy jobb bátor pásztorkutya lesz, vagy egy gyáva kutya, ami örök életében gyáva marad. De
Ezt föl kell vállalni. Mert nagyon sokszor van az, hogy van egy óvatos kutyám, és kisimpó, két, három-négy éves kutya lesz, akkor megtanulja, mitől fél, mitől nem, és van egy jó kutyám, bevihetni a városba, és akár nem fél semmit. De van olyan kutya, és valóban már kiskorában is fél, de mindig fog félni. De az késő érés, ez nagyon fontos jelenség a pálca kutyánál. Nem érhet túl korán. Már a nemiség miatt se érhet túl korán. Képzeljünk el egy éves kutyát, amelyik már remélem olyan érett, hogy el akar kezdeni harcolni egy négy éves tapasztalat falka vezére. A falkával a pálca kutyáknál nagy probléma a falka vita. Mert mi tud történni? Nagyon egyszerűen meg tud történni az, hogy két kutya elkezd verekedni, egyik lekerül, és attól, amíg lekerül, az összes megfogja, és szétszedni. Megöl. A saját falkája megöl. Ez nagyon gyakran előfordul. Csupa többször az emberek gondolnak. Hát amikor egy fiatal kutya úgy gondolja magában, hogy ő most megpróbálja a falka vezért, neki nagyon biztosnak kell lennie, mert azt kockáztatja, hogy lehúzza, és megölik a többit. Tehát ő egy évesen hiába érzi magával a tesztoszteront, hiába akar fedezni, meg kell legyen az a jó értelme, életlensége, hogy azt mondja, hogy hát én ez még kicsi vagyok, én ezt még nem vállalom. Ezt a viador kutyások, szó se lehet, nekik azonnal hatnaposan, még kétnaposan próbálgatják a kutyákat vele. A másik az engedelmes. Tehát a kísérő kutyánál ugye elvárják azt, hogy kooperatív legyen, mint egy német kivász. A német kivászokról meg hasonló fajtákról tudjuk, hogy külön örömet okoz nekik, ha az emberrel együtt valamit csinálnak. Ez nagyon jó, ott a helyén van. Ezek kutyákat elvileg arra tartják, arra teljesítették ki, hogy bizonyos feladatokat oldjanak meg vele az ember. Nagyon fontos, hogy igen, állnak minden az emberre, állnak kooperálni vele, akarjon együttműködni. Pászor kutyán ez nagy hiba. Képzeljük egy pászor kutyát, aki ott ül a gazdája mellett, és várja, na most mire? Ez nem jó, mert a pásztor éjszaka nem napközben sem látja be az egész területet, nem tudja, hogy te menj oda, ott jön a farkas, né, ott van, úgy ez nem tudja, tehát a kutyának kifejezetten nem szabad kooperatívnak lenni. Azok kutyák jó pásztor kutyának, amik szeretik a gazdájukat, mindent, de ők saját maguk föltalálják magukat a saját kis farkájukba és a saját életükben. A kooperatív kutya, amelyik figyeli a gazdáját, aki ott van, aki lesi a mindenkit, nem jó pásztor kutyának. Nagyon kellemes kutya lehet annak, aki ráér sokat kutyázni. Egy pásztor nem is szereti az éget, felvágja, hogy megy a kutya. Mit menj oda a jóhoz? Mindig azt jelenti, hogy jó, hogy menjek csak, menj a jóhoz. Nem engedik a pásztor, nem szereti azt, hogy a kutya néha oda jöhetnek, megsimogatja, szereti őket. De nem tűri, hogy ott legyenek körülött. Tehát amit a kísérő kutyától elvágnak, azt a ragaszkodást, az erős kontaktust, a kooperációt, az kapitális hiba a pásztor kutyánál. Tehát ha a kísérő kutyát akarunk csinálni, valami teljesen mást akarunk csinálni a pásztor. Az őrkutyák tudott emberi agresszívek, már szóltam. Tehát nagy probléma, túlságosan agresszívek, kikerülnek. Az őrkutyáknál mi történik? Az őrkutyáknál nagyon fontos az, hogy én úgy gondolom, a kutyafajhoz hozzátartozik a teritoriális agresszív. Tehát a területét agresszívek védi, területén kívül, ha nem muszáj, nem csatlakozik arra. Ez nagyon jó pászra kutyák, ez tökéletes, ez így kell működjön. De ha az ember akkor egy olyan kutyát, hogy ő bárhol megy, és őt megtámadják, vagy ő akar valakit megtámadni, akkor az a kutyára működjön, ha egy ilyen kutyát akar, akkor neki nyilván ez nem. És akkor keresik azokat a kutyákat, amelyeknél is minden el tud képzelődni a kutyánál, mert ha elképzeljük a tenyésztést, hogy már rátérek egy harangörbére, amíg lesz időm, harangörbe mentén mindig van egy-egy mozgás, mindig van egy pálya, amit meg lehet játszani. Na most, ha generáció választjuk ki a legagresszívebb kutyákat, eljutunk néhány, akár 10 generáció alatt is oda, hogy olyan kutyáink vannak, hogy az agresszívük teljesen eloldódik a területtől. Tehát bárhol agresszív. Nekem volt ilyen kutyám, kaukázusi. Vannak itt tanulók a teremben, akik három-négy alaposan képes volt három felnőtt ember közé beugrani, hogy megkapja valamelyiket, amelyik rátoppan. Ez egy pásztor kutyánál kapitális hiba. Ha ezt a kutyát kivittem sétálni négy napos kora után, nem azt csináltam a többi pásztor kutyán, hogy men, és szaglászott, és élvezte, hogy kin lehet, és kereste a szagokat, kereste az információkat, nézte, hova nem. Meglátott egy ember, bum, indult neki, hogy ő azt támadja neki. Tehát teljesen abszolút agresszív kutyák nagyon jók arra, amire találták őket, csak nem pásztor kutyának. Van neked van egy ilyen pásztor kutyának, Isten csapás. Nem is tudod tartani nyáját, állandóan bajt csinálja, biztos, hogy lába fog kerülni, és be a falat. Tehát ez a típusú irány abszolút nem tud megfelelni a pásztor kutyának. A videó viador kutyák túlzott kutyák egy agresszivitásra. Itt is korai érés, ugyanez, mindenhol a korai érést várják. A mai társadalom mindig azt szeretné, minél hamarabb, minél gyorsabban legyen egy kész kutyának. Nem érti meg, hogy a kutya 3-4 éves korára készül el neki. Amikor már elérte azt a magasságát, amit felültük elér, neki már kész kutya kell. És ezt nem lehet verni bele a fejükbe, hogy ne várjatok egy magasságát, mert adja a verét kutyától kész kutya. Koraérés, ami mondtam, miért nem jó? Nem jó, falkában nem tud működni a koraérés. Szeretik, hogy korán érjen, és szeretik, hogy baromi agresszív legyen. Tehát azonnal verekszenek. A pásztorkutyáknál két jó pásztorkutyát a közhedelme ellentétben kiviszünk ki idegen területre. Nem nagyon lehet összeverekedni.
vagy ha össze is verekednek, kínben álmon egy kicsit ottan teszik, mint a verekednének, hogy érzik, hogy a gazdájuk valamit ilyeset akar tőlük, de nem bocsátkoznak komoly verekedésre. Ha nincs motiváció, ha nincs egy szupa, ha nincs bármilyen motiváció, elég, hogy esetleg elinduljon a havasz. De ha nincs motiváció, a bátor kutya nem szívesen verekszik. Na, azok, akik verekedtetni akarnak kutyákat, mit szeretnék? Viszi a kutyát, engedje el, kutya megy bele a másikba, hú, mindul a verekedés. Ehhez mi kell? Megint azt kell, hogy elkezdi tenyészteni a kutyákat, vagy, ami a legrosszabb, elkezdi kedvetni. Elővesznek olyan kutyafajtákat, amik már ezt csinálják, berakják a pásztorkutyából, pásztorkutyának néz ki, de igazából kiveszik azokat a kölyöket, amik nagyon verekedősek, és indul a buli, indul a verekedés. Ha ilyen kutyát berakunk megint a falkával, vagy kiviszünk megint a nyár mellé, megint ugyanez a probléma. Ott van a kutya, borzasztó, elkezdi mindig verekedni. Itt két verzió van általában. Elkezdi devizálni azt a falkát, amiben él. A falka, ha gyenge, össze teljesen tönkrevágja a munkáját. A kutya akkor egész falka stresszbe kerül, nem tudja, hogy mi van, nem tudják, mikor akcióban vannak, hogy most ott másik hol van, hogy kell-e vigyázzanak, kell-e féljenek tőle, mit csinálja, nagyon össze tudja zavarni egy ilyen kutya a falka működés. Két megoldást tudnak rá találni. Az, hogy egyszerűen tényleg elszülenek, csak tengnek lenne, a másik megoldás, ha elég erősek, fogják mondani, hogy összefognak meg. Tehát ilyennek is nagyon sokszor meséltek nekem, kutya, kikerült kutya, olyan is tudok is tenyésztő, hogy már a kölyök maguk megölték majdnem a kutyát. Tehát tenyésztő tartott kennelbe Ázsiákat, eljöttek a kutyákon 4-5 hónapos, 6 hónapos korukig, mert ő nem akart eladni, nem akart tartani, de még nem tudtak itt nem jók mellé. Egy szűk kennelbe voltak, volt egy nagyon agresszív, nagyon verekedés kutya, a kölyök a többi között, állandóan terrorizálta a többi. Mindegyiket külön meg tudta venni. Igen, de egyszer csak a fiatal kutyák már felismerték azt, hogy összefognak, ezt a kutyát meg tudják eltekinteni. Úgy húzta ki, hogy már azt hittem, meg is van dögölve a kutya, amikor kihúzta a kenelből, utána láttam, hogy dobog a szíveit, a pátorost, és akkor helyre pofoztál. Tehát ez a típusú agresszivitás nem tud működni megint a falkába, mert egyszerűen vagy szétzüleszti a falkát, vagy maga a falka likvidálja az ilyen kutyát. Tehát ez se tud működni. Most mit akarok ebből kihozni? Azt akarom az egészből kihozni, hogy lássák azt, hogy ez az öt lehetőség van, hogy pásztorkutyát tenyésszünk. Ez az öt lehetőség van. De, ha igazit akarunk, egyiket sem tudjuk járni. És itt megint fölmerül az a probléma, amit a Lorenz kezdett el a tükör hátoldalába, a módszertani főművébe kezdett edzeni, és nagyon izgalmas a kérdés, és az egészben a legizgalmasabb, hogy amikor az ember elkezdi piszkálni, rájön, hogy eléri egészen a darwini elméletet, és Heideggerrel lehetne összekapcsolni a nagy német filozófussal, aki megint csak elkezdi másik oldalon piszkálni ezt a témát, nagyon érdekes. Hát ilyen villámló kérdéseket tesznek fel a darwini elmélettel kapcsolatban. De én nem akarok ilyen mélységben most belemenni, nem is tudni szerintem. Az a lényeg, hogy a fejlődést meg kell egy kicsit azt piszkálni még mindenképpen, hogy mi a fejlődés, mi a változás, mi az elkorcsosodás. Mert sokan, akik ezeket a irányzatokat támogatják, illetve az irányzatoknak a képviselői azt mondják, hogy a pásztorkutya, mint autentikus pásztorkutya, akár el is ismerik, azt mondják, már lefutt az idejét, már ideje múlt, már nincs rá szükség. Lépjünk tovább. Lépjünk a fejlődés következő fokozatára, legyen nekünk modern kutyán, korszerű kutyán, 21. századi kutyán, hiába maradunk meg a régi kutyás legendáknál, mert az idő elmegy, és akkor mi itt maradunk a semmivel, és akkor inkább legyünk korszerűek, haladjunk a korra. Akkor itt fölmerül, hogy persze, lehet igazunk. A lényeges kérdés az, hogy ha ezeken az irányokon elindulunk, és abból, amit elmondtam, úgy gondolom érződik, hogy elveszítjük a pásztorkutyát. Tehát akkor ne akarjunk pásztor, ne gondoljuk azt, hogy a pásztorkutyának ez a következő fejlődési fázison, mert nem az. Lorenz kezdte el az előbb mondani, nagyon érdekesen, hogy az evolúció szó maga azt jelenti, hogy valami kibomlik saját magából. Mint ahogy a rügy kibomlik, az a meglévő már szirmok kibomolnak, a fejlődés. Azt jelenti, hogy kifejlik valami, hogy a szenet kifejtjük a föld alól, ahol már ott van, vagy a só. Vagy az embrió, hogy kifejlődik, abból az információ magból, ami már ott benne van. Tehát a fejlődés az valami egyedszintű dolog, vagy egységszintű dolog, ami ha kifejlődik, eléri a maga maximumát, ha optimális körülmények közé kezdik. Sok fele tud fejlődni, de mégis van egy határ, és mégis van egy elvileg optimális környezet. Ha valami új jelenik meg, tehát Lorenz két dolgot említ, az egyik a mutáció és a másik a kombináció. Tehát akkor valami újra kombinálódik, vagy megjelenik egy mutáns gén, akkor meg tud jelenni valami teljesen új. Ezt fulgurációnak mondja, de én ezt most nem tudom bevezetni ezt a fogalmat, mert én sem nagyon sokat tudok mit kezdeni, mert ő is próbál keresni egy jó szót arra, ami nem a evolúció, ami nem a fejlődés. Amikor valami nem fejlődik, hanem ott esetleg megáll akár a fejlődésében, és megjelenik valami teljesen új. És itt pont ez a probléma, csak mondom, idáig le kell ásni.
Tehát ezek a pályák már nem a pásztorkutyának a fejlődései. Itt a pásztorkutya már véget ért. Itt az a kérdés, hogy milyen irányba indulunk el, de az már nem pásztorkutya lesz. És akkor megint csak vetődik, hogy akarjuk a pásztorkutyát, szükség van még rá a 21. században, vagy már nincs, mondjunk le, archiváljuk, és foglalkozzunk valamelyikkel ezek közül, mert ezek korszerűek. De az, aki megismeri a pásztorkutyák gazdagságát, az, aki olyan helyen él, ahol látja, hogy a pásztorkutyák igenis még van dolg, vagy csak egy szűk területen is, de van dolg, és belelát ebbe a csodálatos világba, az úgy van vele, hogy kár ezt elveszteni, mert és ez a legfontosabb számomra az egészből, olyan gazdaságot veszítünk el, ami egyik pályán sem tudunk többet megtalálni. Minden pálya sokkal összehasonlítóan szegényesebb annál, mint ez, ami itt van, mert egyik sem tud itt megfelelni ezekből a kutyákból ebben a viszonylatban, viszont nagyon sok pásztorkutyát például, ha mondok egy például a városból kiveszi a kutyákat, megbuknak. Ha pásztorkutyakölyököt beviszek a városba, nem bukik. Egyszerűen tudja azt az életet, föl tudja venni azt az életformát, ami a városban van. Tehát ő nem kevesebb, amit oda visznek, oda általában kevesebb, ő nem kevesebb. Tehát elveszítünk valami gazdagot, valami komplexet elveszítünk, és valami specializáltat kapunk, ami lehet látványos, lehet nagyon piacos, lehet nagyon korszerű. De messze van attól a gazdagságtól. És én mondom, bármilyen tudományos vagy nem tudományos összehasonlítást mernék vállalni, hogy valaki bizonyítsa, hogy ezekből az irányokból valamelyik megközelítően is csak milyen gazdag, mint az, az autentikus pásztorkutya. És ami az egészben nagyon izgalmas pont ez, hogy a Csányékot folytatják a maguk kísérleteik, de én egyszer szeretném nekik elmondani szemben, hogy gyertek ide, és itt kezdjétek kutatni a kutyával. Olyat fogok tapasztalni a kutyák kapcsolatban, amiről még sejtelmetek sincs, hogy egy kutyával benne lehet. Tehát az a problémám, és a legtöbb emberrel is ez a problémám, hogy sejtelme sincs, hogy milyen potenciál van még a kutyában. Tehát a kutya evolúcióját úgy gondoljuk, hogy már lezárt, amit hogy az ember is szeretne azt gondolni magára, hogy ő lezárt az evolúcióját. Ez egy nagyon pökendi állítás. Engem sokszor vádolnak pökendiséggel, de én úgy gondolom, hogy van ez a ugyanilyen látás pökendiség, ez az implicit pökendiség, amikor valaki nagyon szerény állítólag, de amiket vall, az igazából egy nagyon masszív pökendiség. Amikor azt hiszi, hogy az ő faja vagy a kutya faja már elért a maximát, és már tovább nincs is merre fejlődni. Én úgy gondolom, hogy a kutya, mint faj potenciáljában még nem érte el a maximát, mert honnan tudhatnánk, hogy elérte? Azt látjuk, hogy van itt, ha elkezdjük kutatni ezt a típusú kutyát, azt látjuk, hogy van egy halatlan gazdagság, amit nem is tudunk áttekinteni. Nem tudunk áttekinteni, tehát mert legalább jussunk át, hogy áttekintettük, és akkor majd akkor esetleg döntünk róla, hogy még tud-e potenciálba fejlődni. De nagyon sokan, akinek még akár működő pásztorkutyájuk is van, ezt tudják képzelni, hogy potenciálban a faj még sokkal többet rejt. Tehát nagyon komoly tenyésztésed, nagyon komoly, nem ami eddig folyik, hanem nagyon komolyan olyan kutyákat lehetne csinálni, amiről mi nem is tudunk, mégis nem úgy, hogy génmódosítással meg hasonlókkal, egyszerűen a tenyésztés művészetében. És ezt a pásztorkutyák mutatják meg a legjobban, mert ők a véleményem szerint a leggazdagabbak bármilyen kutyatípus, bármire használt kutyatípus közül, mert ők egyedül, akik megélik a nagyvárosi hobokutyák, a bukaresti hobokutyák, akik megélnek két paramétert, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Az egyik az, hogy falkában élnek, ami mondtam az elején is, hogy elengedhetetlen. Másik meg, hogy egy nem korlátozott területen abban az értelemben, hogy nincsenek kerítések. A kerítésekről tudnék tartani egy fiúrás előadást, hogy milyen szinten zavarja meg a kutya etológiáját a kerítés ténye, ami ezt még mindig nem tud evolúciósan alkalmazkodni. Ez olyan, mi sem tudtunk egy csomó mindenhez evolúciósan még alkalmazkodni, amik meg már vannak és amik már hatnak rá, de nem tudtunk még hozzá alkalmazkodni. Kutya pont ilyen a kerítése. De visszatérve, tehát a pásztorkutya a falkában él és kerítések nélkül. Ugyanígy a bukaresti kóborkutyák is falkában élnek és kerítések nélkül. A két kutya közötti különbség lényegesen az, hogy ezeknek nincs hasznosításuk a bukaresti kóborkutyáknak. Tehát ők bennük lehetne tanulmányozni nagyon izgalmasan azt, hogy hogyan éltek a kutyák a házasítás kora előtt. A törzsek, amikor még a törzs életmód folyton az emberek között. A pásztorkutyán meg azt lehet tanulmányozni, hogy hogy él egy falkakutya egy emberre, amikor van határozott funkciója, amikor dolga van, amikor is nagyon komoly dolga. Tehát ha eljönnének hozzánk valaki, bárki is elmenne egy pásztorhoz, és tényleg el tudni ütni vele, hogy őszintén beszélj vele, és megkérdezi tőle, hogy mondja meg uram, hogy ha a kutyákat elvinnék a nyájmendőre, mi lenne a jó oka? Azt mondanám, jöhetnének akárhányan, minden jós gazda jöhetne állod meg a jó mellé. Őszre akkosani egy jó sem. Minden oldalán a fagyos. Tehát ami most nálunk folyik, nem lehet kutyák nélkül pásztorkodni. Tehát funkciója van, nagyon fontos funkciója van a kutyának, még mindig amellett, hogy a pásztorkodás nem egy központi foglalkozás.
Képzeljék el azokat, azt az időszakot, amikor nagyjából fel lehetett osztani az emberi kultúra életét két részre. Voltak a városi folyami növénytermelő kultúrák, és voltak a nomád pásztor kultúrák. A nomád pásztor kultúrák tömegei úgy éltek, hogy kutyájuk volt, tehát minden voltak, legtöbb helyen volt ragaskodó, medve volt, nagy ragadozó. Ha most nem lehet megélni úgy, megtartani a jókat, hogy ne legyen kutya mellettük, képzeljék el a régebb, hogy mennyire lehetett megtartani a jókat, annak, hogy ne legyen kutya. Tehát a kutya nagyon-nagyon fontos funkciót töltött be a történelemben a pásztor kutya az ember mellett, és ez ma még mindig tanulmányozható ebben a szerencsés régióban, amiben nekem szerencsém van élni. És azt mondom, hogy ez a funkcionalitása, hogy megmarad, és ez a falka, meg a tanulmányozhatása, tehát az etológiájának a lehetősége, tehát hogy ki tud bontakozni teljes viselkedés komplexumába, ki tud bontakozni egy élettérbe, az egyedülálló. Tehát azt nem lehet városban imitálni, nem lehet semmilyen redukált módszerrel mégiscsak vizsgálni. Tehát már csak arra is érdemesnek utazni a kutyákat, hogy etológiai felismeréseket tegyünk velük kapcsolatban is, mert óriási értékkülönbségek vannak, amikor nagy potenciál van még elrejtve. Ebből nagyon érdekes analógiákat, hasonlatokat lehetne, következtetéseket lehetne levonni, ha lenne rá a bátorság az embereknek erről levonni bizonyos következtetések. Loreznek volt bátorsága levonni következtetéseket, félre is tolták, egészen évtizedeken át mellőzött figurája volt a tudománynak, nagyon jól tudjuk, felesége tartott el, néhány munkatársa szerzett ilyen állásokat, 50 éves lett, mire saját egzisztenciája lett, és aztán persze végig megkapta Nobel-díjat. De ő, aki levonta ezeket a következtetéseket, nagyon komoly mellőzésnek lett kitéve. Ugyanígy Nietzsche, ugyanígy Heidegger is sorolnak. Tehát nem mondunk semmi újat csupán, nem is akarok semmi, mert nem is gondolom, hogy általában filozófiailag gondolatilag újat mondtam. Csak egyet szeretném mondani, hogy a kutyák felől indulva is el lehet jutni ugyanabban magba, mintha bárhonnan. Úgy gondolom, hogy az emberi kultúra egy nagy gömb, és hogyha a felületén vannak a különböző ismeretterületek. És bármelyik ismeretterületen, ha elindulunk, és nem a felületen maradunk csak, hogy nem slégen megyünk, hogy eljutunk egyik ismeretterületről a másikra, ha sugárnál maradunk, ugyanabban magba jutunk. És ezt, hogyha tanulmányozzák Thomas Mann életművét, ha tanulmányozzák Heideggert, Nietzsche-t, Konrad Lorenz, tehát a legnagyobb európaiakat, akkor megdöbbenésre fogják, hogy ez így van ebben. Még biztos olyan meg, hogyha ebben eljönnek, azt mondják, hogy tényleg akárhonnan indul el Thomas Mann, például egy tengerbiológiai anekdótából indul el, és elindul a legmélyebb filozófiai kérdésekről. És én úgy gondolom, hogy ha én valamit gondolkoztam az életemben, mindig arra törekedtem, hogy ezt az irányt tartsam, ez volt a legjobb irányt. Nem mondom azt, hogy jó használtam, jó haladtam, de tudom azt, hogy ez a legjobb iránytű, mert ha lefele megyek, akkor eljutok az életformák ütközéséig, és a pásztorkutyáknál itt az életformák, higgyék el, a különböző táborok között nagyon, nagyon intenzíven ütköznek. És ezért ez a terematika nagyon kényes. Nem is hajlandók az emberek végtárgyalni, egymást minősítik mindennek ahelyett, hogy leülnek és megbeszélnek és velnék ütköztetni az egész problematikát, hogy eljussanak egészen a lényeg, hogy hogyan élünk, mi a mi érték számunkra. Maga az érték probléma, hogy megint csak egy nagy probléma, és megint nem egy lezárt probléma. Itt azt hiszem el lehet végelyesen vágni a szárat. Szóval még annyit engedjenek meg, hogy a legvégére mondjak el, hogy a pásztorkutyák attól nagyok, és attól jelentősek, egy-két mondat. Ennek közül mást akarok mondani. Tehát most szerintem még tudunk adni 10 percet, a kérdés az, hogy még folytatod 10 percig, vagy lezárod, és inkább kérdésekre válaszolsz. Lezárom, nagyon gyorsan, egy-két perc alatt, utána, hogy esetleg még belefér, válaszolok. A zárás csak annyira, hogyha már beletettem kedvenc idézetemet, hagynék, hoztam meg önöket. Úgy gondolom, hogy Platonnak egy ilyen idézete, minden nagy viharban áll. És én ezt úgy továbbfűztem magam, minden nagy vihar kelt magukra, és eltökéletlen tartja magát benne. Úgy gondolom, hogy a pásztorkutya az, ami viharban áll, és ettől nagy, és ettől nagy szerint. És ha ezt megértjük, hogy ő miben áll, és mit áll ki, akkor akár inspirálni is tud benne. Ezt akartam jelenteni. Az a kérdésem, hogy úgy érzed, hogy muszáj a pásztorkutyákat tenyészteni, vagy simán el vannak az eszenákon önmagukkal?
Jó, muszáj őket teljeszteni? Nem, abszolút nem muszáj. Tudod, milyen érdekes? Nagyon érdekes, hogy a régen, ha voltam Törökországból beszélgetni ott emberekkel, az a félelmetes, hogy az emberek által nem értenek a pálfakultát, még valók sem, akik mondhatnak fel. De régiónként mindig fölbukkan egy nagy tenyésztő egyéniség. Valahogy spontán módon az, aki a legjobban szereti a kutyákat, elkezdi jobban keresni a kutyát. Érted? Meg, hogy valaki van egy jó kutya, azt megy és hajlandó fizetni, érted, és megveszi. Máshonnan is megveszi. Próbálj összerakni. Összerak egy jó falkát, elmegy a hír. Akkor a többiek hallják, hogy milyen jó kutyái vannak. Általában nem közvetlenül, mert ez megint egy nagyon kényes téma. Tehát hiába tudják, hogy nekem jó falkám, vagy nem megyünk, hogy legyen jó kutyát, mert az ismerőző egy gyengék. Tehát egy kerülő módon vásárolnak kölyköt. És ez a kisugárzás ennyi. Tehát van egy tenyésztőgyénység, vannak jó kutyák, összeszedő jó kutyákat, és azok a jó kutyák a genetikája elkezd szétáradni abban a régióban. És ez történik. Tehát nem lehet ezt úgysem intézményesen csinálni. Tehát a kovaszosoknál is most zajlik gyakorlatilag egy nagyon izgalmas kísérlet, amikor ők kutyákat helyeznek ki elég nagy számú nyájmenni, és figyelik, hogy melyek válnak be. Ha melyik beválik, vagy gondolom, és remélem, hogy ezt fogják csinálni, visszaviszik az anyországba, fedeztetnek vele, hogy egy bevált genetikának gondoskodjanak a visszaáramoltatásában. De ezt nem muszáj csinálni, de mindig akadnak valahogy egy pár ember, aki ezt szereti csinálni, ezt csinálja, és ettől az történik, tehát, hogy ha egy harang, ezt még gyorsan ezt a harangőrvét megmutatom, pedig van egyszerűen. Ha elképzeljük a harangőrvét, és azt mondjuk, hogy itt van most, ebben le tudjuk írni a pásztorkutya állomány minőségét. Menjünk csak egy egyetlen tulajdonságra arra, hogy nagyon komplex, semmit mondom, de csak mondjuk valamit. A falka képes, mennyire tud falkából működni. Aztuk itt van a kutyák száma, itt van a minőség, ez a 10-es pont, ez a 0, ez az 5-ös, és itt tovább. És azt mondjuk, legtöbb kutya átlagos a falka minőségi szempontból. Nagyon kevés kutya, nagyon-nagyon jó, a többi meg egyre gyengébb, egyre gyengébb, van a kifejezetten falkaképtelen kutyák bizonyos okoknál. Na most, ha mi itt elkezdünk dolgozni ezzel az állományra, kiemeljük, diszkrimináljuk, tehát ezt az állományt kezdjük visszafedeztetni ezzel az állományra, akkor a harangőrbe szerintem nagyon sokan azért tudják, el tud tolódni, és ez a tenyésztés végül is soron, hogy ezt a harangőrbét eltoljuk egy kicsit. Az azt jelenti, hogy a populációnak az átlaga jobbá válik egy bizonyos idő után. De csak ennyiben lehet az egészet ellenőrizni. Tehát csak azt tudjuk, hogy mi pár fanatikus, pár vagy egy esetleg egy nagyon jó megcsinált szervezet tenyészt ezekkel, és spontánul is működik ez a visszaáramlás, a genetika visszaáramlás, és aztán vonja maga után ezt az egész harangörvét el tudja vinni. Tehát csak ezzel a résszel kell foglalkozni, ha foglalkozni, de ez nem lehet muszáj alapon, nem lehet eldöntés alapján, hanem olyan emberi készségek, olyan megfoghatatlan dolog, mint a szenvedély, a szeretet a dolognak, a vonzolás az egész tematikához, vagy esetleg egyszerű dolog, hogy pénz, dönti el azt, hogy kerül-e pár ember, aki ezt csinálja, és el tudja mozdítani a harangörvét, vagy nem kerül. Van még egy kérdésem, az, hogy szerintem az eszenákon jelenleg bármilyen kutyákban vegyük otthon. Legyük Székelyföldet, Végvégei, Szerzség, bármilyen kutyák van. Jó kutyák vagy rossz kutyák? Mint pászor kutyák? Ha azt mondanám, hogy általában például azt mondanám, hogy egy gyenge átlag. Gyenge átlag. Gyenge átlag. És mi a jó kutya szerintem? Mi az a jó kutya, mint te, hogy a pászor kutya? Mi a jó kutya? Jó kutya igazából nincs. Tudom, hogy elmondtad. Jó kutya nincs is. Jó falka. Jó falka. Na, egy tökéletes nincs. És egy jó falkát, hogy leírjak, az egy komplex dolog, de mondom, az előbb említettem, egy jó falka nagyon fontos az, hogy te érezd azt, hogy a kutyák eleve tudják, hogy körbeveszik a járfilm. Az már jó falka. Sokkal tudok olyan csórokat, hogy oda jöttek a jóhoz, akkor lettek alkalmazásban, hogy megjött az első, és csodálkoztak. Hát ugye még nem láttam, hogy kutyák így körbeveszik a járfilm. Ez pedig nagyon jó dolog. Ha van egy ilyen falkát, az már egy nagyon jó dolog, azt mondom, hoppá, ezeket már nem olyan könnyű meglepni, érted? Van. Jó falka az, amelyikben van olyan, amelyik nagyon üzi a vadat, van, amelyik nem üzi a vadat. Jó falka az, amelyik, ha bemegy a másik kutyák közé, vissza tudja őket szorítani. Nem nálad ölnek meg egyet, hanem erőszeresen ők ölnek meg egyet. Vagy nem történik ölés, de semmiképpen nem nálad. Tehát megvan az a harckészség. És a falkában a fajták keverednek? Igen, nálunk nagyon keverednek. Tehát ott nálunk megvan az a szerencsés klíma, hogy az emberek nincsenek úgy belevonulva a fajtába, mint általában nyugaton és a városi millió. És nem érdekli őket, hogy fajta tiszta legyen. Ha beválik, ő szukára tesz rá bármit, egyik évben lehet, hogy a kaukázusit tesz a másik évben, Ázsiát, a harmadik évben kovaszt, próbálkoznak az emberek. És ami beválik, azt alkalmazzák. Nem tör
főnök hozzon, hogy nagyon kicsi plusz tud adni egy fajta kis fejkutya. Nagyon kicsi plusz, de ha nem működik, úgy sem adja. Ez tehát mondom, a fajta most a 80-as évek végig, 90-es évek elejében bejutott a szovjet kaukázusi erdélyi részek a székelyzetet. Pásztorok megvettek fajta tiszta felnőtt kutyákat is akár, vagy kölyköket. Mert úgy néztek ki, mint egy pásztor kutya, hogy ott van egy legenda, hogy ezek juhász kutyák, kaukázusi juhász. És akkor kivitték a nyájnát. És akkor 10-ből 9 megbukott, most hagyd nem mondjam el, mi miatt buktak meg. Akkor kiábrándultak belőle, jöttek az ázsiák. Akkor az ázsiákkal már szívták egy kicsit a kókot, hát ez megint az lesz. Én voltam az egyik első, itt a régióban fedeztettem a helyi szukát Ázsia pannal, hogy nézzük meg, hogy mi lesz a vége. Az ázsiák már jobban beváltak, de nálunk is nagyon sok volt a kirostálandó kutya. A másik probléma a keveredés, ugye. Ha tiszta vérben elválik be, de viszont keveredben egész jól bevált. Tehát megjelent az Ázsia, megjelent a Kaukázusban az Ázsia, most masszívan indul a Kangal vonalot. Kangalban most már annyira nyitotta a széket.